uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel már, te jó Isten, hát így repült az idő. Hello Feri, hello Jani. Hello, jó reggelt. Ki ez? Majdnem én. Hol? Na, egyre jobb, mondjál valamit. Alakulsz. Na, aha. Sziasztok, jó reggelt. Hát nem mondom azért, hogy... Jó. De tegnap, ez meg a tegnap előttihez képest azért rendben van. Én is már egy kicsit elkezdtem rettegni. Már majdnem komolyan vettem, amit tegnap mondtál. Hogy ne jöjjek be reggel, kicsit pihenjek, és akkor... Tényleg így gondoltam. Kicsit így jobban fog kinézni majd a hangom vasárnap, amikor természetesen nem szeretnék majd szégyent hozni rád. Van egy ilyen kis dög alul neked. Jól áll. Van egy kis dög alul. Eddig beteg trabi volt, most már egy olyan egészséges trabi hangod van. Tehát, hogy vannak fokozatok, alakulsz egyébként. De nem tényleg határozottan jó. A sok szeretet, ami áramlik felém. Például a hallgatók részéről képzeljétek el, hogy tegnap délután az egyik nagyon kedves hallgatónk, Gabi, névre hallgató, küldött egy üveg vitakolán emulziót. Ez még forgalomban van, de jó Istenem. Megdöbbentő egyébként, mert hogy ugye majdnem, hát szerintem egy cirka 50 éves termékről van szó. A gyerekkoromban azt tudni kell, hogy azért nem voltunk nagyon eleresztve így anyagilag. És, ez hát, karácsonyra kaptad, ha beteg voltál, ha nem. Ne, figyelj, ha nem volt sportszalát, vagy nem volt néger, csak én megmondom őszintén, hogy vitakolánnal deszerteztem. Tehát hogy én imádtam, mert hogy ilyen narancsos íze volt. És állandóan rájártam, teljesen mellékes volt az, hogy most ez milyen gyümölcskoncentrátum, meg vitaminkoncentrátum, nem ezért, az íze miatt szlopáltam. A narancs íze miatt, ez narancs most íze miatt. Ezt még nem bontottam fel, felfogom. Három poharat ide! Igen, mindenki egy fél decivel. Annyira, gyerekkoromban annyira szeretem, hogy beleivódott az illata is, meg az íze, megszagolom, és megmondom, hogy ugyanaz, mint régen. Nagyon remélem, hogy narancsos. Nem. Nem fogod el, ugyanaz. De zseni. Atyaisten, 30 évvel ezelőtt vettem ilyet be utoljára, és ez a narancsos, kicsit azért az a finom gyógyszer, de azért az a narancs íz, ez megvan. Húzd meg! Na, gyerünk! Igen. Na most a kávéra nem biztos, hogy akkora élmény lenne. Ugyanaz, detto. Zseniális. Nagyon jó. Figyelj, jó, ne változtass, hát van ugye, nem is a mondás, minek 50 éve megy. Be fog nyakalni az egészet, bár azt látom, hogy 15 és 18 év, ez a felső korhatár. Azon felül már nem annyira ajánlják, mert nem annyira fontos. Hát szerintem nincsenek benne olyan adagok. Vitamin van benne, hát mi bajod lesz? Nagyon jó. Képzeljétek el, milyen volt ez babgulyás után. Hát ez volt a desszert, persze. Hát anyukám is úgy hozta, hogy megevédeltük, megvacsoráztuk, és kaptunk egy evőkanál. Nem kis kanál volt, evőkanállal. És hát ezt álltunk a sorba a tesómmal, és rohadtul örültünk, hogy ilyet kell szedni, és volt ennek az ellenkező, viszont nagyon rossz volt, az a köptető, tudod, az egy ilyen nagyon édes, nagyon szirupos. Kicsit árizsos volt, nem? Igen, annak is tudtam a nevét, de mindegy, ez nem fog beugrani. Ilyen kicsit ilyen árizsos, ilyen nagyon édes, ilyen szirupszerű, ilyen, az ugye az arra kellett, hogy felszakítsa tulajdonképpen ezt a letapadt köhögést. Na, az gyógyszer, az tényleg gyógyszerizmus. Igen. Nagyon kemény. Úgyhogy Gabi, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves voltál. Én amúgy gyakorlatilag olyan volt, mint egy állatorvosi lomert, de anyukám, ez gyógyszerész volt, és hát ő mindent kipróbált vele, mindent hazahozott, minden mellé volt egy kis hozzáfűzni valója. Na, ezt kóstold meg, ettől megállsz a növésbe, és lőn. És így is lesz. És hogy nem. De én mindent kipróbáltam. És voltak borzalmasok, de ez mindig egy ilyen örök favorit marus. És kellett referálni anyu felé annak idején? Mondta, hogy csak rám lézett. Elég volt az arcomra, elég volt a mimikámat megvizsgálnia. Azért milyen, hogy a gyerekedet teszteled a gyógyszereket? Tudja, hogy milyen jó. Csak hát a jó, az, ami használ, az nem mindig finom. Ez igaz. Kíváncsi lennék, hogy mit változtatnak egy-egy összetevőn. Hát azért vannak olyan összetevők, amik elhasználtak lesznek. Tehát, hogy azért a gyógyszeripar is új összetevők, új alapanyagok, új hatóanyagok. Tehát például egy kalmópirin, ami hát azért gyermekkorunkban is vízben oldva, vagy éppen nem oldva, ilyen szörnyű ízű volt, hogy ez 30 éve, ahhoz nem nyúlnak, aha, és az ugyanaz. De hát azóta már a vírusok, a baktériumok, nem tudom, ez most pont mi ellen jó, ugye nem jó az egyik ellen, ami a másik ellen jó. Azért azok is erősödnek, változnak, mutálódnak, hogy bár az lehet, hogy egy ilyen fájdalomcsillapító, az meg ugyanúgy hat az idegrendszerre, vagy a központi idegrendszerre. Nyilván nem fejfájás csillapító. Nyilván nem erősödött meg úgy a mi idegrendszerünk ennyi idő alatt, úgyhogy ez valószínűleg működik most is. Egy csomó ilyen fájdalomcsillapító van, aminek a hatóanyaga gyakorlatilag ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt. Igen, a fájdalom nem változik, inkább a vírusok mutálódnak, tehát inkább az a más a fájdalom, az tompítja a fájdalom
vívő ingereket, idegeket, idegsejteket, és akkor azok lebénulnak, és nem érsz el fájdalmat. Az nem változik. De ha most hallan a Szent György Albert, biztos azt mondaná neked, hogy Balázs, a C-vitamin ne babul el. Olyan nehéz ez, annyira unom ezt már egyébként. Tényleg, olyan, van, aki azt mondja, szedje 2000 mg-ot. Van, aki azt mondja, ne szedje 2000 mg-ot. Valaki azt mondja, egyáltalán ne szedje semmit, mert úgyis kipisíled, nem szívódik föl, mert hogy szintetikus. Más a kötési rendszere. Szerves vagy szervetlen kötésű. Ugye ezek a szintetikus, szervetlen kötésűek. Szerves kötés az a gyümölcsben van. Nem ismeri föl a szervezet, nem szívódik föl. Veseköved lesz. A magyar C-vitaminok nagy többségében nincs is bennem el, hogy abban teveszar van. Ezt is hallottam valakit. Te tényleg teveszar? Igen. És honnan szednek annyit? Hogy ne, hogy koszos, most idézés, hogy koszos. Ja. És hogy mit tenni a német C-vitamin kezdhet. Nyilván a magyar C-vitamin gyártók más mondanak és kikerik maguknak, megértem, lehet, hogy igazuk van. Szóval, hogy annyira nehéz. Most például van az, ami az időkapszulás, tök mindegy, 500 még 1000 mg. Megnézném egyszer, hogy tényleg... Egy későbbi felszívódás, hogy... Igen, hogy adagolja neked 24 órán keresztül, hogy folyamatosan bomlik le. Hát azért, ja igen. Folyamatosan bomlik, oké, de hogy valójában ebből tényleg mennyi szívódik fel az emberi szervezetbe, csak tömjük magunknak, ugye azért ezt ne felejtsük el, hogy a gyógyszeripar legnagyobb mellékkeresete az a táplálékkiegészítők és mindenféle vitaminok, hát ez többet keresnek szinte, mint a gyógyszereken. Hogy van-e valódi értelme például D-vitamint szedni? Azt bebizonyítottuk, annak van. De igen, például C-vitamin, azon kívül, hogy lehet, hogy vesekövetes lesz. Vagy elvonja a kálciumot a szervezetből, vagy kicsapódik, vagy nem. Szóval, hogy jó lenne egyszer, ezt már valaki egzakt módon megmondaná, nem? De mekkora biznisz csak C-vitamint árulni? Szedet, mert mondják, hogy szed. Vagy például, mondok más, nemrég olvastam, hogy bebizonyították egy dán vagy egy norvég kutatásnál, megvan, fönt van az interneten, hogy azok a prebiotikumok, amiket ugye mindenki szed antibiotikum kuránál, effektíve nem hoznak eredményt, és nem állítják helyre a bélflórát, és az antibiotikum kezelés tüneteit nem csökkentik. Viszont mindenki vesz az antibiotikum viszont mellé brutál egyet. Brutál nagy piaca van, pótolod a prebiotikumot, meg tudom keresni konkrétan a cikket, ahol egy norvég vagy svéd orvoscsoport kutatott 50 olyat, aki szedett antibiotikumot, és utána megnézték, és kutatott 50 embert, aki nem szedett antibiotikumot, vagy szedett, és utána szedte ezeket a prebiotikumot. Az egyik csoport nem szedett prebiotikumot, a másik igen. És egyiknél másiknál sem maradtak el a hányós tünetek, egyik másiknál se csökkentek az antibiotikum által okozott káros hatások. Na, Akkor mi van? Megveszed a gyereknek 3-4-5000 forintért ezeket a prebiotikumokat, ugye? Vagy ha felnőttek is szedik mondjuk az antibiotikum kúra után. Szerintük teljesen hatástalan. Mit mond egy másik kutatócsoport, akit egyébként egy orvostársaság pénzel? Azt mondja, hogy hozzatok le ebből a szaksajtóban 4 olyan cikket, hogy ez mennyire jó, mi pedig pénzelünk benneteket. Ugye? Hogy most hogy a fene van itt is, nem? De tényleg? Hát ez egy érdekes. És te szeded, mert mondják. De egyébként tudod, hogy valójában van hatása, vagy csak elhitted, mert brutál erős mondjuk a prebiotikum lobby. És automatikusan már beépült antibiotikum, akkor vigyünk hozzá valami bélflóra visszaállítót. Tehát ez semmi értelme. Hát de mondjuk, hogyha ezekben nem hiszel, akkor vannak ezért természetes bélflóra visszaállító. Igen. Mit tudom, hogy tejtermékek, és akkor azokat fogyasztasz helyette, mondjuk. Figyelj, a vitamin fronton az a mi van, hogy gyümölcsöt kéne együnk, és akkor tulajdonképpen meg vagyunk? Semmi, szerintem azzal se vagy már meg. Olyan minimális a C-vitamin tartalom, olyan minimális a gyümölcsökben, hogy... De figyelj, hát mert 100 évvel ezelőtt volt az almában, most nincsen az almában. Hát, körülbelül ez, igen. De hova tűnt a C-vitamin az almából? Oknyomozó riportunkat, akkor kezdjük el. Érted? Mert szerintem sehova, ha jó, ha normális dolgot veszel. Bocsánat, azért ezt ne felejtsük el, hogy minden egyes táplálék kiegészítő mellett nyilván vannak kivételek, de mindig ott van, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozást azt abszolút, nem pótolja. Tehát, hogy mellé a kiegyensúlyozott táplálkozás mellé ajánlják. De eltűnt a növényekből, eltűnt a zöldségekből, barom gyorsan meghal a C-vitamin, tehát, hogy szerintem egyszerűen áll az alma, szállítják, idehozzák, odahozzák, kibontod, nem eszed meg egy percemből, akkor az is lebomlik. Nagyon kevés már a zöldségek vitamin tartalma, hogy hova tűnt, nem tudom. Hát erről lehet, hogy hát ez valószínűleg Szendi Gábor, hogy valaki tudna mesélni.
hogy még a januári paradicsomban, hogy nincs semmi, azt megértem. Máshogy termelik, igen, már nem évszakhoz kötődően, már üvegházakban, ja, nem kap annyi, aha, napfény, nem fotoszintetizál, mit tudom, én nem tudom, nyilván, nyilván megvan azokat. Na itt jönnek elő egyébként ezek a kis háztáji gazdaságok, meg az, hogyha az ember teheti, akkor nyilván rengetegen vagyunk, akik nem tehetjük meg, mert nincsen kertünk, mert lakótelepünk, mert stb. De hogyha tehetjük, akkor otthon érdemes egy ilyen kis veteményes tartani, aztán itt ott termelgetni, meg hát ugye itt van megint ezek a biogyümölcsök, meg hasonlók, de hát ott is azért mindig az emberben ott van a kérdője. Az a bio, amit éjszak a permet. Na, pontosan így van, tehát hogy az is ott van, úgyhogy a legbiztosabb az a kiskert. Hát meg az ismerős. Mert akkor tényleg akkor ér, akkor eszed meg a paradicsomot, akkor szeded le, amikor már megérett. És annak tényleg más az íze. Meg ha arra odafigyelsz, hogy tényleg a januárban el paradicsomot vegyél, hanem valami téli zöldséget, és akkor esetleg abba benne lehet. Hm. Ez jó, érdekes. Így van. Hát, annak idején nem csak azért nem lehetett kapni egész évben banánt, mert hogy szocializmus volt, hanem mert akkor még akkor vettük, meg akkor lehetett kapni, amikor annak idénye volt. Most meg már ugye gyakorlatilag van egész évben vehetsz. Ha? Olyan is. Hát egyébként igen, ízre állagra mindenre. Igen. Na mindegy, gyerekek, Roger megint kiesett. Hát, ennyi. Ránéztem tegnap a kis kedvenc oldalamra, a telefonomon egy alkalmazás, hogy hogy áll most az ezres tornájuk. Ez a Rolex Master Shanghai-ban. Hm. És azt látom, hogy sima háromszerben. Momfils. És ráadásul egy Momfils csináltak ki. Azt hiszem, hogy top 10-es. Ja. Vagy legalábbis a top 10 környékén van. Tehát azért névtelen senki. Egy Momfils? Egy van. Rohadt igazságtalan, hogy benne vagy a top 10-ben, és nem, senki, igen, nem tudja, hogy ki vagy. Senki nem tudja a hazádon kívül, hogy ki vagy, meg egy-két taniszrajongon kívül. Egyébként azért a csávó elég jó jegyzett, mert mit tudom én, 18-dik, 12-dik, nem tudom. De hogy mi lesz így? Hát ki játssza a döntőt? Csak nem egy Nadal, meg egy Djoko? Hát ha nézem most, hogy mit csinált a Nadal, hát szerintem megint Djoko Nadal. Esetleg a Wawrinka odaér, mert a Wawrinka most hova? Nagyon jó. Ja, a döntőbe. Igen, egy Djoko Nadalnál nem dobunk be valamit? Benne vagyok, hát ez az egy héttel ezelőtti meccs visszavágója, ahol egyébként embered nagyon szépen sima kétszedben leverte az imáron világ elsőt, úgyhogy nincs semmi veszve. Csak rossz így, nem tudom, mert drukkolok még, és tudom, hogy van benne, és tudom, hogy nem akarja még abba hagyni, csak közben már mindenje arra mutatta, hogy abba hogy kéne. De hogy közben a paliban még van tűz, azt érzi, hogy még egy valami nagynak ki kell jönni. Aztán szögre akasztja, tudom, de hogy még valamit beúszhatna. Ha más nem, egy ATP világbajnokságot olyan szép lenne. Novemberben megnyeri, ha egyáltalán befér, és el tud indulni. És azt megnyertem, na most itt a végén, köszönöm. És aztán jön a keserves nyugdíj. Szegény. Kis pénz, idős is. Há, Istenem. Hány éves ő? 36? Neki se lehet. Nem, 32 vagy 33, 31. Nem, ne, azért abba gondoljatok bele, hogy szörnyű, hogy egyszerűen 31 évesen, amit imádsz, abba kell hagynod, mert a tested már nem bírja. Nem? Hogy pedig akkor indul más én ember van, élete, igen, tulajdonképpen, igen, és már jönnek a fiatalok, és hát ez már mindenki. Nem megy majd edző, hát, mi lesz, vagy... Roger? Hát szerintem nem tudom. A nem az a típus. Nem. Hát edző nem is lesz, szerintem nyilván tenisziskolája lesz. Tehát Svájcban nyit egyet, Amerikában nyit egyet. Tehát a neve alatt azért elég sokan fogunk bemenni. Összeszedi a világ 10 legjobb edzőjét, és lesz 3 rohadt jó teniszakadémiája. Aztán valószínű nyilván, hogy tenisz közelben marad, kommentátor lesz. Nem tudom, hogy mit csinálnak. Hát bár kommentátor se sok lett. Egy Becker, egy Sampras, egy Agassi. Ezek nem lettek kommentátorok. Villander. A McEnroe, a Villander, igen, de hogy így olyan nagyon nem maradnak sokan tenisz közelben. Na biztos, egy pár évet ellébet szól, azért én le tudnék engedni egy ilyen, volt egy húzós 25 éve. Volt, annyi volt. Kicsit a jaktán. Tehát 32 évesen azt mondod, hogy volt egy húzós 25 éve, most pihennék. Nyilván persze, lehet, hogy őt nem akar látni egy ideig. Igen. De aztán, majd de aztán lehet, hogy olyan játék jön, meg olyan tenisz jön az életében, amit most már igazán élvezni fog, mert elmúlnak az alapozási időszakok, elmúlnak a sérülések, állandó szenvedések, az ide-óta utazgatásunk. Bemutató meccseket játszik majd, és elkezdi végre, lehet, hogy megint élvezni a teniszt úgy. Szerintem hogy, ő nem hogy fog bemutató meccseket kedvéért. Nem, ő nem az a karakter, aki jönne ilyen mit tudom én, BS aréna, és akkor ott bohockodjon ott a Momfilszel, vagy valaki, mit tudom, $10,000. Tehát, hogy így azért nagyon erre a Sampras meg az Agassi sem megy. Tehát erre azért a B kategória jön. Tisztelt a nagyon-nagyon öregeknek, akik mondjuk 4-5 generációval följebb vannak és turnéznak. McEnroe például. Igen, ritkán játszik. Tehát ez például ez a nagy világutazó tenisz
bemutató meccs. Nem, persze van Amerikában egy-kettő, mikor Sampras-szal ütőt fognak, meg egy jótékonysági, de nem, nem nagyon jár az erőseim bemutató meccsökre sokat. Szerintem a Federer se fog. Olyan lesz, mint Egerszegi Krisztina, aki soha többé nem úszik már. Simán. Simán lehet, úgy megutálja a teniszütőt, hogy meglát egyet egy teniszboltban, és felsír. Nem tudom, persze. Mondjuk tökre kíváncsi lennék rá, hogy mit csinálom, vagy mit próbálnak ki, hogyha mondjuk visszavonul, mondjuk Michael Jordan is, amikor visszavonult, elkezdett golfozni például. Tehát, hogy azért... És nem is rosszul. Hanem nagyon rosszul. Igen, egyébként tényleg nem menne ki. Na de hagyjuk ezt a fiút, inkább fogadjunk a hétvégére. A hollandokra? Mi van hétvégén? Arra is, hát ez a tenisz. Ja, várjál, nem a focira. Szerintem ez annyian vannak még, hogy ennek jövő hétvégén van vége. Ne hülyéskedj. Ne, ezek még túl sokan vannak ahhoz, hogy két napra döntő legyen. Szerintem ez jövő hét ennek a vége, még benn vannak 4, 6, 8, 10, 16, benn vannak 8-an, benn vannak, nem. Most nem. Vége. Minden nap játszanak, ATP-ezesen minden nap játszanak, ennek vasárnap vége. Na, vasárnap. Akkor legyen? Adás, te úgyse fogsz izgulni, más miatt fogsz vasárnap izgulni. Az biztos vasárnap nem lesz időm. 9-kor? nem lesz időm Nadal meccset nézni, az biztos. Tartod? Persze. Jó. Menne vagyok. 10. Joko? Hát. Joko. Melyik ide? Jó. Többet nem ismerek. Jó. Jó, és akkor megnézem, én hátradőlök, megnyertem, utána már csinálhatok bármit a tévében. Persze, utána már jöhet bármi. Hogy állunk játékkal? Kérlek szépen. Mondhatni egész jól. Tessék, igen. Mondd ki. Mert hogy ugye négyszer játszottunk, négyszer nyertünk. Na, komolyan? Na, 4-0. Húzzuk már be 5-0-ra. Gyerekek, valaki, aki játszik, csapjon már oda. Bárki is lesz az. Egy 5-0 az olyan szép. Tudunk kicsit arcoskodni. Azért. Semmi megy sem nekünk. Húz a hangulatodon többet szerintem, mint egy nyeremény korán reggel. Ja, hogy akkor... Egy győzelem, egy hatalmas győzelem. Vállaljam én ezt a terhelyt. Csak az lendíthet be. Na, meglátjuk. Azért is odaadhatja a játékos nekünk, mert külön ajándék van, amit mindenféleképpen megkap. Érted? Tehát, hogy nem kell annyira izgulni. Egy nagyon szép és nagyon komoly ajándékunk van. Ráadásul egy wellness ajándék. Nem egy wellness, ráadásul nem egy wellness ajándék. Nem bizony. Nem bizony. Egy másik, de annál. Hogy hittétek, kis csibészek, azt hittétek, wellness lesz? Pedig nem? De nem. Valami de más? Na, valami más. Na, tessék jelentkezni akkor játékra. Jó, meg egészen nyugodtan SMS számunkat. Mindenki tudja, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7 óra lesz, 9 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, a Kúszen Miklósi vonalon nem járnak a vonatok, ez Bori küldte nekünk. Valamint a 87-esnél mérnek az M1-esen. Üzenik Levó. Jó volt ez a kis old school, Robi, hát, nem? Mi az, hogy jó ez a csávó, ez egy rocker, akárki, akármit mond. Igen, kicsit elváltozott az utóbbi időben, de nagyon szurkolunk neki, hogy tessék visszatérni. Újra magára találjuk. Igen. Igen. Jók az újak is, de azért ez fú. Hát igen, ez meg a régi jó, Robi. Igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Hello. Sziasztok. Szia. Hello, Barbie. Barbie, honnan hívsz minket? Vácról. Vácról. Hármasikre itt vannak? Igen. Azt a mindenit. Akkor már így megértem a visszafogottságot, mert az előbb szólni akartam, hogy mi van, Barbie, baj van-e, de így értek mindent. Igen. Kivel szeretné játszani, Barbie? Veled, Balázs. Hát jó. Hát jó. Legyen így, ha szeretnéd. 4-0. Kívánom, hogy meglegyen az ajándékcsomag, jó? Mert nekünk már nincs vesztennivalónk, te viszont még mehetsz egy ajándékcsomaggal, de persze mindent megteszek, hogy ne legyen meg, mert a fiúk kiszúrják a szememet. Azért. Hajrárolom őket. Mind a kettő tízóvas. Mehetünk, Barbie? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire. Barbie, olyan kis csöndes, hogy mi ennek az oka? Az oka, hogy mind a három gyermekem alszik. Alszanak még. Egyszerre, és ez csoda. Alszanak még. Igen. Igen, én is tudtam. Barbi, ne haragudj, bocsánat. Semmi gond. Most tényleg tök összintén mondom, ne haragudj. Hármasikre kezdetről alszanak. Én tudom milyen, ha egy gyerek is egy picit elalszik végre, és az ember így le tud ülni egy pillanatra. Ezért is intézett el olyan gyorsan, Balázs, hogy tudjál pihenni. Még egy próba
Barbie nem, az a baj, meg ráadásul nagyon-nagyon sok reklámunk van, és ezeket muszáj leadni. De van egy külön ajándékcsomagod, Barbie, képzeld el. Bizonyám, nem is akármilyen. De azt mindjárt megmutatjuk neked majd a reklámblogban. Tehát ajándékcsomagod nincs, viszont van egy nagyon szép ajándékcsomagod, ami viszont kevés embernek van. Jó? Jó, rendben. Köszönöm szépen. Jó hétvégét nektek, aludjanak sokáig. Ciao. Remélem. Hello Barbie, ciao. Szia, szia. Annyi emberség van benned, annyira át tudod érezni. Jó, azért egy egészen halk. Igen! Jó, jó, na azért egy diszkrét, hogy nehogy fölébredjenek a gyerekek, azért egy pici. Most felébredtek volna a Azért egy pici mehet, nem? Hát sőt, nem is pici, mert megvan az 5-0. Igen, megvan. 5-0, gyerekek. 5-0 az 5-0. Nagyon régen hoztuk már csont nélkül a hetet. Így lesz ez mostantól kezdve minden héten. Na, jó. 6 perc múlva pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, sziasztok. Szevasztok. Péntek, gyerekek, péntek. Király. A mi napunk. Az biztos, igen. Lesz egy nap szabítok hétvégén, gyerekek? Ne. Vagy semmi szabítok? Szabi lesz, amin egy forgatókönyvet fogunk olvasolgatni egészen addig, amit lesz. Olvashatatlan elmen válik. Én a pánik rohom szélén vagyok, úgyhogy szerintem lesz. Kell, mi? Így van. Hát, valami kell, igen. Ez most nem vicces. Ez most nem annyira vicces, a jelenlegi állapot. Ilyenkor vagy elmegy csúszka masszázsra, vagy pedig egy szumosat felpofosztatja magát. Most az utóbbi kell. Inkább az utóbbi, valaki jön ide és verje le egy akkorát, hogy Istenem, hányan teljesítenék ezt az országban? Milyen szívesen jönnének, sorok állnának, gyere, lehet megütni a balit. Én lennyünk, gyere. Hogy te személy, én akarom pofán merni. Tudod is, mint az Airplane-ben állnának baseball ütővel, pisztollyal, nagy kesztyűvel, mindenen. Hányan jönnének? Tennénk így felhívás. A gyerekek, aki 8-ig ide ér, az leverhet egy nagyon nagyot. Szerintem többen lennének, mint a véradásnál. Abban biztos vagyok. Hát muszáj holnap egy kicsit pihenni. Igen, holnap van a csendes megnyugvás, az elgondolkodás, a meditálás és a 10 percenkénti pánikrohamok napja, amikor felülöltünk, hogy mi lesz holnap. Verejtékesen felülünk az ágyban, Mónika visszafektet téged. Igen. Viki megnyugtat, borogatja a homlokomat. Aludj, aludj. Ez még csak a szombat. És mindent átgondolsz, aztán egy picit meg is nyugszol, minden, jó, oké, okay, jó a stáb, ügyesek, igen, jók a poénok, megvannak én, igen, oké, okay, mindent megtanultam, rendben lesz mindenhol. Jaj, te Janival csinálom! Nem akarom! És én még csak, de ott van ő is. Jaj, Istenem! Egy időzített bomba. Igen, én magamért felelek, meg tartom az időket, de hát ott lesz ő is, úristen, mi lesz így? Argentinában is mi volt? Igen, lapátoltam, mindig csak lapátoltam, takarítottam. Nehéz dolog egyébként, ez nyilván ezt nem kell tudni nagyon, meg nem is feladata a nézőknek, de azért ez egy ilyen baromi kiszolgáltatott érzés, meg egy nagyon érzékeny dolog. Velem műsort vette. Nem, maga ez a fajta műsorkészítés, hogy csinálsz valamit, és nem igazán tudod. Már, hogy nyilván tudod, meg bízol benned, de olyan, mint amikor így a gyereket megteszi az első pár lépést, tudod, hogy így olyan vagy, amikor a csajok így levetkőznek. Nem, hogy így mesztelára kell állni, bárcsak ki kell állni. Én azt mindenki azt mondja, hogy hú, várjuk, biztos jó lesz, hiszen ti azt na, mindig igen, és olyan teher, hogy közben meg az ember azért ezen is stresszeli magát. De hát figyelj, repülünk. Tehát lesz, ami lesz. Így van. Ugrottok inkább, azt mondanám. Ugrottok, aztán hátha nyílik. Az a celebnél is ez volt. Sőt, a celebnél még inkább ez volt, hogyha belegondolsz, mert akkor én nagyon régóta nem televízióztam már, és gyakorlatilag egy olyan produkcióba dobtak be, és ugrottunk fejest együtt. Aminél egy, a formátumot nem ismertük, egy teljesen idegen helyszín volt, iszonyatos elvárások voltak vele szemben, és ráadásul mondom, bennem sem volt meg az a fajta rutin, ami ehhez kellett volna. Csak az emlékeimre hagyatkozhattam. Igen. Fordulj meg, János, a kamera nem arra vannak, az nem kamera. Igen, ne oda beszél. Az egy madárfészek, igen, az nem kamera, az nem világít, az egy elemlámpa, ne abba beszél. Igen, hát mindegy, ez ráadásul meg egy nagyon érzékeny műfaj is, úgyhogy meglátjuk. Lesz sértődés nyilván. Ez lesz. Persze, az a dolog. De nem ilyen tudom, ez... egy picit ez is a dolguk, ez is a feladatuk, ezt várják az emberek. De az a baj, hogy ez megint csak Magyarországon van itt, tudod? Szóval, hogyha valaki, és nem szeretek mindig angol száz dolgokkal pedálozni, meg példálozni, de inkább példálozni. Ha pedálozni talán nem. Nem, az nem jellemző. Szerintem pedálozni szeretnék. Nem, egyébként nem nagyon szoktam pedálozni, de egyébként te nem annyi. Szóval, hogy nincs igazi megbántás. Tényleg nincs. Irónia van, meg csipkelődés, meg olyan, amikor kicsit valakin nevetünk, de a szó jó értelmében. Csak valahogy ez az ország, és hazánk celebje egyébként erre egyáltalán nem vevők, és nem felkészültek ebben.
és nagyon szeretnek bulvárújságokban mutogatni magukat, meg nagyon szeretnek szerepelni, meg nagyon szeretik magukat mutogatni, meg azt gondolják, hogy ismerik és tudják a szereplést, de hozzá egy egyáltalán nincs így. Tehát te profi vagy, mint hogy ezt Amerikában nagyon profin csinálják, akkor te pontosan tudod, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik a show businesshez, és ugyanúgy a része. És az, hogy rólad beszélnek, és az, hogy téged akár egy ilyen műsorban mondjuk megcsipkednek, az azt jelenti, hogy tényező vagy, és rólad beszélnek, és ennek örülnek. És persze nyilván, ha ez becsületsértésig megy, annak nem kell, de mi esetünkben ez sosem megy addig, azt gondolom, itt a rádió műsorban sem. Élő lesz, csak mondom. És én ott értem. De nem, ott a Jani, de hogy nézd, felületes szemlélő a mi műsorunkra és a rádió műsorunk, és azt mondja, hogy ti milyen rohadékok vagytok. De aki kicsit érti az iróniát, aki érti az áthallásos poénokat, az mindig tudja, hogy egyébként igazságokat mondunk ki, egyébként olyan dolgokat mondunk ki, amit más ember is kimondana, csak nem tud, vagy nem akar. Kettő sosem bántva, vagy igazán megalázóan, hanem inkább csípkelődve ironikusan. És az amerikaiak ezt nagyon tudják, és ebben nagyon jók. Hogyha valaki beszól egy talk show-ba éjszaka egy műsorvezetőnek, akkor az visszaszól a másik műsorvezetőnek, akkor üzengetnek, akkor tudják, és nem egy ilyen kicsit megkeseredett, szomorú, rossz ízű üzengetés, hanem igazi, jókedvű, vagány, beszólagosztós üzengetés. Ez akár talk show műsorvezető és talk show műsorvezető között, vagy popstár, vagy filmstár között. Hihetetlenül tudják. Meg a műsorvezető és a vendégek között oda-vissza. Oda-vissza. Amikor a saját műsorodban kapsz egy akkora pofont a vendégtől, igen, csak verbálisan, ugye, hogy de az óriási. Igen, csak az azért más, mert ugye ott van a vendég, ő meg tudja védeni magát, tehát hogy az arra már itt is hagyunk reflektárás, meg ez itt is van, hogy az a vendég reagáljon. De hogy nagyon sokszor van az, hogy például itt mondunk valamit, vagy te mondasz, vagy te, és akkor én találkozom az arccal, vagy ti találkoztok, és aki jön oda vérig sért, hogy miért bántottuk meg. És mondom, akkor mondom, mit hallottál? Hát, hogy ő nem hallotta, csak mondták neki. Na mondom, látod, ez akkor innen indul. Mit mondtak neked? Hát azt mondták, hogy te ezt így mondtad, meg úgy mondtad. Figyelj, akkor elmondom. Ebben a szöveg összefüggésben hangzott el, egyébként így volt, és egyébként ezt mondtuk róla. Szerinted ez bántó? Ja. Hát ez nem. Hát figyelj, így igazából nem. Aha, így tök jó, hogy igazatok van. Érted? Neked is volt ilyen beszélgetés, nem is régen. Én már szoktam a hanganyagot is. Szóval, hogy nincs meg bennünk az, hogy hagyjuk, hogy kicsit röhögjenek rajtunk, hagyjuk, hogy kinevessenek minket, vegyük a lapot és röhögjünk mi is. És ha egy bántó, megalázó, igazán durva poénokról lenne szó, akkor azt mondom, hogy megértem őket, kérjék ki maguknak, de sosincs. Tehát az, hogy mi a hajdúról, a katárról mondunk ki, vagy bárki olyan dolgokat, és egyébként bármilyen fura, de szerintem egyébként a hajdújék csinálják ezt messze menően az egyik legjobban. Mert soha nem sértődnek meg. És tudják, hogy ez a része, ezért róluk írnak, igen, mi is nagyon sokat bántottuk, és a Péter még soha nem jött úgy oda hozzám, hogy ha most miért vagy ilyen bunkó. Mert pontosan tudja, hogy azért is jutott el idáig, mert ilyen dolgokat ő megenged, és nem kér ki magának. Lehet őt kedvelni, vagy nem. De hogy ezt így nagyon nem tudjuk. Úgyhogy nyilván lesz sértődés, de én sajnálom, mert egyébként meg inkább azt kell mondani, de hülyék vagytok, jót rögtön. Hát, igen, tudod? Nagyon sokszor, szóval, hogy ez a sértődés nagyon sokszor tényleg egy ilyen álságos sértődés. Mert hogyha olyan emberre teszünk megjegyzést, akit te kedvelsz, akkor meg vagy sértődve. Ha nem, akkor meg nem vagy megsértődve. Akkor nevetsz veled. Igen, akkor nevetsz veled. Nevetsz műsorvezetővel együtt, és azt mondod, hogy há, mekkora poé volt, miért adtak neki. De ha már rólad van szó, meg ha már tényleg az ember, akit kipécézünk magunknak, vagy beszóltunk neki, hozzád közelebb áll, akkor meg már rögtön kikéred magadnak, és vérig vagy sértve. Igen. És ez általában így szokott lenni. Pedig szerintem igazából az adokapok a jó. Tehát, hogy az, hogy adjuk is, meg kapjuk is a pofonokat. Igen, de hogy valahogy ezt nem tudja. Nem tudja az ország. Na de majd mi ezen egy picit tágítunk, de szerintem, de hogy nem azzal a cíl, hogy na most majd mindenkit jól megbántunk, nem. Szerintem vannak karakterek ebben az országban, szerintem vannak jelenségek ebben az országban, szerintem igenis vannak olyan emberek, akik okot adnak arra, hogy kicsit meglegyen a csípkő, de hiányzik belőlük az önirónia vagy az önismeret. Erre kicsit felhívni a figyelmet és rávilágítani azokra a vakfoltokra, amikről ők gondolnak valamit, és ezzel senki nem szembesíti őket, az kifejezetten élvezet. Meg ők azért közszereplők. Egy közszereplő azzal, hogy közszereplő, meg hogy gyakorlatilag nagy nyilvánosság előtt éli az életét, egy kicsit céltáblává is válik, és válnia is kell. Tehát ezt neki fel kell vállalni. Vagy igenis azáltal, hogy benne vagy az újságokban, azáltal, hogy a magánéletedbe is engedsz sok esetben belelátást az átlag hétköznapi emberek számára, azáltal basszus, véleményt is formálnak rólad. Azok az emberek jobban bírják a csipkelődést, akik mögött van valós tartalom?
Vajon? Nem, egyik nem nagyon bírják jól. Nem nagyon bírják jól. Rengeteg színésszel beszélgetek különböző rendezvényeken, akiket mondjuk mit mondunk róluk valamit. Most nem mondok konkrét nevet, hívnak adás után, hogy ezt vagy azt miért mondtuk. Azért mondtuk, mert egyébként ott vagy egy újságban hetente félmeztelenül, és elmondott, hogy mennyire vagy kisportolva, és mennyit gyúrsz, és nyilván mi ezen kicsit röhögünk. Egyébként meg a Jani volt. És akkor elmondom, igen, például Győzőnek, hogy figyelj, Győző, tökre kedvelünk, de hogy kicsit megcsipkedünk, kicsit te ott most mindenhol éppen félmeztelenül, nem tudom, és súlyzóval fotózkodsz, persze, hogy az ember röhög rajta, egyébként meg elválaszol olyan kampányt, ami egy bulvárújság kampány, nincs ezzel semmi, vállal, de mi ezzel röhögünk, de elmondom, hogy Győző, te vagy az egyik legjobb, akit egyébként baromira kedvelünk, hogy ne haragudj meg ránk ezért, a múltkor is volt egy beszélgetés, nem haragudott meg, kedvel minket, csak azt vagy azt ne így mondjuk már. Tehát, hogy baromi érzékeny, meg szenzitív mindenki, de hogy közben azért ez is a show business, és ezt is jól kell tudni csinálni, szerintem. És ha valóban megbántanak, és megaláznak, és beteszik a gyereket fotóját, vagy előnytelen képet raknak be, vagy nem, hozzá nem járó cikket hoznak le, persze, az ellen kell is tenni, hogy béké hagyják az embereket. De a valódi bántás nélküli humoron és csipkelődésre megsértődni, az az ország nagyon nagy hibája. Szerintem, vannak, hogy ezt nem tudjuk elviselni. Vannak, akik persze ezt nagyon jól kezelik, mert nekem egy nagyon kellemes csalódás volt most tegnap egy internetes portálon, egy nevezők Leslie-nek az úriember, aki válaszolt a mi csipkelődésünkre, akinek szerepe lesz a mi műsorunkban. Volt egy ilyen kis anyag a tévében, ugye az anya csatornákon, ahol mi üzentünk neki, hogy készüljön a megméretetésre, kicsit kapja össze magát. Mi persze tudjuk, hogy nagyon jó formában lesz, hiszen a lenyugvó napnak is van ereje, illetve Balázs jelezte neki, hogy a fogát semmiképpen sem hagyja otthon, és mondtam neki, hogy figyelj, a fogadat semmiképp ne hagyd otthon, igen. De Fritz szívesen jön, gondolom. Én megmondtam neki egy izét, hogy szájvisz, emberek közé megy. Tehát, hogy és ehhez képest iszonyatosan jól reagált alá az egész dolog. Semmi megsértődés nem volt belőle. Elmondta, hogy igenis, a mi műfajunknak, a mi szakmánknak a része az, igen, hogy oda-vissza megy a csipkelődés. A vasárnapi egyik meglepetés vendég, amit már részben lehoztak, de mi nem mondjuk, mindegy, derüljön ki vasárnap. De hogy, na például pont ő, hogy durvákat szóltunk be. Tehát az, hogy a fogadat ne hagyd otthon, utalva ezzel a korára, meg érted? De hogy értette, hogy irónia van benne, és ezt a Balázs egyébként valójában nem úgy gondolja, hogy baja van az idősekkel, nem úgy gondolja, hogy akkor most beszólt az időseknek, mert nem tiszteli az időseket, hanem a dolgok mögé látott, és azt mondta, humor, gag, beszóltak, visszaszólok ez valamit. Kell. És visszaszólt, és értette. Persze, hogy nincs. Persze, hogy nincs. De addig csináltassa meg. Érted? Szóval, hogy és azért érdekes ennek a dolognak a kémiája, mert ugyanakkor a legtöbb ember, és most nem csak a celebek meg a hírességek, hogy baromi nagyon hasát fogva, teli szájjal tud más emberten nevetni. És ezzel nincs is semmi baj. De abban a pillanatban, hogy pillanatra ő kerül a célkeresztbe, tudod, abban a pillanatban összerezdül, már megsértődik, és ez sokszor igaz a téma felvezetéseinkre is, akár itt a rádióban, vagy ha egy réteget beszólunk a nőknek, a pasiknak, az időseknek, a fiataloknak, hogy máson nagyon jól, nem? De abban a pillanatban, hogy ők egy pillanatra meg vannak fogva, akkor hihetetlen önérzettel kikérnek dolgokat. Közben pedig szerintem egy picit az egészre lehetne, egy fokkal lazábban, nem? És akkor neked is jobb lenne, már aki hallja saját magán is. Igen. Na mindegy, szóval érdekes ez a dolog, szerintem egyébként bántás nem lesz részünkről. Az első adásban meg kifejezetten csak magad nevébe beszél. De tudom már, abban biztos vagyok, nem, hogy tudjuk. Egy valaki nagyon meg fog rám haragudni konkrétan, de hát most ezzel nem akarom őt. De én is biztos vagyok. Te 100%. Legalább te ne árulja. Hát, meg fog mi? Hát most meg. Biztos vagyok benne. Az soha többet nem fog egyébként szerintem semmilyen formában kommunikálni veled, ezt már nem fogod tudni kibeszélni. A legnehezebb dolga egyébként a Vikinek lesz, meg a Lacinak, akik a mi adásunk szerkesztői, mert hogy ők most hosszú heteken keresztül fognak olyan telefonokba botlani, ha kitalálnak egy témát, beírják nekünk, és azt mondják, hogy hívjuk meg vendégnek, hogy na azokhoz nem, anyád. Tehát legnehezebb egyébként nekik lesz, hogy ezek után még rádió műsor csináljanak. Így van. Előbb mennék anyám temetésére, mert hozzátok, te gyökér. Meg annak a köcsögnek, hogy rohadjon meg. Igen, a kicsi meg kapja be. És mondd meg a törpének is. Mondd meg a törpének, és igen. A törpédet meg dug fel a... Igen, sajnos kicsit ez, hogy tényleg úgy kell egy kicsit nézni, hogy nem kell ezzel megsértődni. Viszont 8 óra után vendégünk lesz, erről akartam beszélni, érkezik hozzánk Fej Tamás, aki ugye hát a trilógiáját zárta könyv formájában, és erről beszélgetünk majd. 2015 a káosz éve és a magyar elit háborúja.
erről beszélgetünk, érkezik hozzá. Meg egyébként is van vele egy csomó érdekes dolog a világban, úgyhogy lehet vele dumálni, nem csak a könyvről, én örülök. Napbarnítottan, kipihenten, nízai napfénytől megsütve, megpirulva érkezik, majd kisimulva hozzánk Frey Tamás, vele beszélgetünk 8 óra után. Kellemes etiópiai körkölt kávészaga. Kávé illatot árasztva magából érkezik. Igen. Na, viszont ami jó hír, és ezzel azért foglalkozunk egy kicsit, mert szerintem mindenkinek hogy van... Hogy most a reklámblokk követ. Nem, mindenkinek van rossz tapasztalata, hogy véget ér az, hogy te hosszú-hosszú órákon keresztül várjál az ügyfél szolgálatoknál. Ugye hát tulajdonképpen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a napokban megbírságolt egy szolgáltatót, és most már ugye próbálják ezt a dolgot szabályozni. Mi szerint te nem várakozhatsz olyan sokat, mint régen, és ha 5 percnél tovább, ugye? Igen. Ha 5 percnél tovább várakozol, akkor az a zavarna. Akkor büntetik azt, aki szolgáltat, és megpróbálják ezt szankcionálni. Hát régen értettem már ennyire egyet. Hát, valamivel. Jó. Nem? Nagyon jó, ez ugye a telefonos érdeklődése vonatkozik. Meséltem nektek egyszer, hogy nem a mobil, hanem a kábel-tv szolgáltatónál csináltam egy tesztet, fölfőttem őket, 40 percig vártam. Azt mondtam, én most már kivárom a végét, már csak azért is, hogy kíváncsi vagyok, 40 perc, jött a nagyon jó kis zene, és akkor néha így beúszott a géphang, minden kezelőnk foglalt, várjon türelemmel. De a legfrissebb ajánlatokat meghallgattad. Érdekes volt, azt nem, azt a 40 perc után. Tehát amikor már azt hittem, hogy kapcsolnak, akkor jöttek az ajánlatok. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó dolog. A kérdés a megvalósítása, hogy fognak majd ezzel sáfárkodni, tehát hogy mi a megoldás, hogy vesznek föl még egy csomó ilyen telefonos embert, vagy hogy el lehetne gondolkozni azon, hogy mondjuk a szolgáltatás jó. Tudod, és de hogy aki betelefonáljon. Ez is igaz, de hogy nem egyszerűbb az ügyfelszolgálatnak azt mondani, hogy egyrészt vállalják magukra a költségeket, és mondják azt, hogy amit sokan csinálnak, és valóban így van, hogyha megnyomod a gombot, visszahívást kérsz. Egyet. Hát ott hagysz egy csomó pénzt, valószínű előfizetőjük, vagy szolgáltatást adnak. Az, hogy ők, mit tudom én, egy számról, egy internet alapú számról valahogy visszahívnak, meg tudják már oldani. Miért nem tudja bemondani az ügyfelszolgálat? Jelen pillanatban minden ügyintézőnk foglalt, ha teheti, telefonáljon vissza később, jelen pillanatban nem tudjuk. Őszintébbnek érzem, még ha brandileg nem is biztos, hogy annyira jó, mint hogy egyébként azt mondja, hogy nem sokára kapcsoljuk a kezelőt, 10 perc múlva égnek áll a hajad, már nem teszed le, hiszen egy ilyen spirálba kerülsz, ha leteszem, ugye bukom a 10 percet, már inkább megvárom, tehát minél többet vársz, annál jobban ott akarsz maradni. Vizet. Nem így van? Tehát az ügyfélszolgálati várakozás pszichológiája ez. Eltelik 2 perc, még letennéd 5 perc, már nem, mert már mindjárt, 8 perc, na most már mindjárt. Minél többet vársz, annál jobban ott maradsz. Egyébként miért nem hívnak vissza, vagy mondják azt, hogy most nem tudják fogadni? Szerintem meg nem károsul, sőt, azzal, hogyha azt mondja a hang, hogy visszahívjuk, az azt szerintem pontosan jó, ugye? Bent vagy a sztoriban, csak tényleg hívjanak vissza mondjuk egy órán belül. Igen, csak a tiéd az nem zöld szám, tehát hogy azért neki fizetnie kell, hogy téged férjen már bele a 3 biztos. Perc. Miért nekem belefért a 40 perc? Tehát az nekem bele kell, hogy férjen? Bocsánat, akkor hadd fordítsam. Igen, csak ez nincs kőbevés, az, hogy 40 percig fog téged hát, úgymond feltartani. Na jó, de addig feltartott. Tehát én értem, hogy nincs kőbevés, meg van olyan, hogy 2 perc alatt fölveszik, de én akkor pontosan 40 percet vártam. Ő meg hívjon vissza. Figyelj, én egy picit azért tartok tőle, mert bizonyos szolgáltatások ezáltal nem lesznek majd elérhetők, vagy bizonyos szolgáltatásokat majd nem tudsz igénybe venni mondjuk telefonon keresztül. Ha mondjuk, hát például egy olyasmit, amikor mondjuk egy speciális munkatársnak, egy speciális témakörben jártasabb munkatársnak a szükség, segítségére van szüksége, mit tudom, hogy például az interneteddel valami probléma van. Akkor visszahív és megkérdezi, hogy mi a baj, vagy például meg lehet csinálni a telefonos menürendszert. Egyes gomb, ha kezelő, ha visszahívást kér. Kettes gomb, hogyha internetes problémája ez van. Ez van is. Na, hát akkor ugyanúgy meg lehet csinálni. Hogy valaki engem visszacsörög, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, Rákóczi, láttuk, hogy hívott bennünket, mi a probléma? Azt mondom, hogy internet, vagy azt mondom, hogy televízió, vagy nem tudom. Én abszolút igazad van. Nehogy ezt ne lehessen megoldani. Ez szerintem. Ugye most még egy ilyen fogyasztóvédelmi törvény tervezett, legalábbis ezt akarják szigorítani, a parlamentes kormány elfogadja, akkor valójában ez megtörténik. Egyszerűen nem jó nekik. És úgy gond, már görcsbe rándul a gyomrod, hogy tudod, hogy telefonálnod kell. Nem? És már nem is akarsz. És már nem is akarsz, és hát hány olyan szolgáltató van, akinek azért elmegy a tévéje, elmegy az internete, folyamatosan baj van. Kiderül, hogy úgy írtak alá neked hűségnyilatkozatot, hogy te nem nyilatkoztál arról, hogy szeretnél hosszabbítani, hogy nem. Hirtelen meg van hosszabbítva a hűségnyilatkozat. Tehát az ügyfélszolgálatokon, mobil társaságok ügyfélszolgálata, tehát ott tölti az ember nagy idejét.
Igen. Hogy ezt valahogy szankcionálni kell. Na, egy picit azért még hadd védjem őket. Na. Szerintem nyilván egy ilyen költséghatékonyan való tétel állhat ez mögött a dolog mögött, vagy az, hogy, hogy egyszerűen nem szeretnének fizetni annyi call centerest. De ez engem hol kell, hogy ehhez a, nem érdekel, meg nem is kell, hogy érdekeljen alapvetően, csak ezeket a költségeket, amikkel mondjuk új call centereseknek a felvétele, illetve fizetése jár, ezeket a tételeket majd a szolgáltatások árába be fogják fizetni. De nem jobb, hogy azt mondja, hogy épüljön be mindenkinek 100 forinttal az előfizetése legyen drágább 100 forinttal, viszont vegyünk föl még 10-et, és úgy gondolja ránk, hogy fél percen belül kapcsolták. Tehát, hogy nem az a jó üzletpolitika, hogy azt mondom, hogy oké, a mi tarifánk ezért ennyi. Egyébként ebben benne van plusz call centeres, garantáljuk, hogy egy percen belül ön sorra kerül, és ilyet kiír az egyik szolgáltató, mindegy, hogy TV, kábel, telefon, tök minden. A mi ügyfélszolgálatunknál ön egy percen belül sorra kerül. Nem egy jó üzenet? Nem azt mondod, hogy wow, hát akkor fontos vagy, megbecsülnek, ők vannak érted, és nem te értük, nem? Ez beírja, lehet, hogy 200 forint, és azt mondja, hogy ez a 200 forint, ez azért van ebben a számlában. Most ez ilyen te féle ilyen, Jani féle ilyen, nagyon idealisztikus, hogy nekem megmagyarázzák a 200 forintot számlán belül. De bővítettük ügyfélszolgálatunkat, mostantól kezdve egy percen belül sorra kerül. Ha nem, akkor visszahívjuk. Ha ez kétszer megtörténik, akkor az előfizetésének a felét mondom, visszaadjuk. Tehát, hogy szerintem ilyen lehet egyébként. Szerintem azért egy csomó mindenek van jó üzenete. Mert ugye nagyon sokszor van egy ilyen, mit tudom, előfizetői kódot, stb., amit be kell már az elején gépelned. Hogyha neked van egy ilyen plusz szolgáltatásod, mit tudom, ha havi 200 vagy 300 forintot többet fizetsz azért, hogy te mondjuk gyorsabban kerüljél sorra, hogyha bármiféle problémát van, azt a kódnak a beütése után ő látja a gépén, és akkor felveti a telefont, és már is intézheti, mert ugye ez egyébként személyes ügyintézésnél ez működik is, tehát vannak olyan számlacsomagok, amik ez mondjuk olyan pluszköltségek járnak, amik lehetővé teszik neked azt, hogy amikor bemész, akkor jelzed azt, hogy te egy ilyen prémium kategóriás ügyfél vagy, és akkor mehetsz előre rögtön. Éppenséggel ezt is meg lehet csinálni, csak ez majd plusz költséggel jár. Igen, egyébként nagyon érdekes a mostani szabályzás, mert az van, hogy az ügyintézőnek észszerű időn belül kell felvenni a kapcsolatot a fogyasztókkal, de hogy pontosan ez mit jelent, egyébként nem határozzák meg, ez is érdekes. Kinek mi az észszerű idő, nem? És igen. Na most akkor lehet, hogy a szolgáltatóknál lesz egy olyan Jóska Kaposváról vonalban 4.55, 4.56, 4.50, pontsod, itt a pontsod, a rohadt élet, anyád, pontsod már! 4.59, és majd vége? Érted? Tehát mi van, ha ők látják az órát? Ki mióta van vonalban? És 4.59, annyira bebontanak téged. És akkor igen, a vonalbontó, nem ő tehetett róla. Tehát már megy a gondolkodás, hogy oké, szigorítják, büntettek, rendben. Órát minden bekapcsoló hívó fölé, nem? És ott látják, hogy jön egy hívás, nem tudom, Zsalgótarján, 4.58-nál kapcsol az automata. Nyilván nincs ilyen, de hogy ezt akár így is meg lehet oldani. És mi van akkor, hogy egyszerűen akkor csak felveszik, és tényleg beszélhetsz egy élő emberrel annyi ideig, amíg azt mondja, hogy elnézést, tartsa, legyen szíves. És kész, sorra kerültél, nem? Hogy újraindul az óra? Nem egy robot hanggal beszéltél, érted, nem egy automatával, hanem valaki azt mondja, hogy jó napot kívánok, tartsa, legyen szíves, mindjárt segítünk. És újraindul az óra. Igen. És ahol a stopper hangot, az óráját újra elindítottuk. Nyugodjon meg. Ők vajon egyébként egy monitoron látják, hogy én mióta várakozom? Tehát biztos, amikor fölvesz egy ügyfélszolgálatos, ő tudja, hogy én azért vagyok dühös, mert 9 percet vártam, és mindenkit az anyjába küldenék már el, vagy ő csak azt látja, hogy letette az egyiket, már kapja a másikat, nyom, ente, jó napot kívánok, felveszi laptopról a hívást, és beszél. Vagy ő tudja, hogy most kapok egy ügyfelet, aki kisimult, vagy kapok egy ügyfelet, ez óvatosabban, mert ez 8 perce itt van a Józsi a vonalban. Nagyon ki lesz ez a Józsi? Tudhatják? Színkódos. Igen, ez már piros, a 8 perc az piros. Igen, villog neki, hogy vedd fel a Józsit. Van a zöld, az 1 perces. Ez hogy működik? Én meglepődnék rajta, hogyha nem tudnánk, mert ha például mondjuk egy online banki felületen ügyintézel, akkor is rögtön elindul egy számláló, és akkor ott egy lehet látni azt, hogy mióta tartózkodsz fent, mert egy idő után, ugye, hogyha semmiféle monyolás nincs az oldalon, akkor az automatikusan bont. Tehát nekik is valószínűleg látniuk kell azt, hogy te mióta vagy már ott a vonalban. Én amit utálok, amikor nem tudsz olyan menüsort beütni, hogy eljussél az ügyfélszolgálatig, mert nem mondja el, hogy hányas az ügyfélszolgálat. Hallgassa meg akciós ajánlatunkat. Mostantól tavasztól szeretnénk a tudomására, hogy nem tudom. Nyomja meg a kettes gombot, nyomod a kettest, várod az ügyintézőt, ott se, akkor most ez, és próbálsz 9-es, 0-2-es keresztül, és még mindig nincs. Én és még a mindig nincs. Nyomom. Kapcsolja az ügyintéző. De nem mindenhol ez van. Tudod, nem mindenhol a kettes. Nem mindenütt a kettes. Tényleg van a nullás gomb. Az én telefonszolgáltatómnál... Meg fogtok lepődni. Akkor azt nyomom be. Csak kapcsoljon egy ügyintéző. Az én telefonszolgáltatómnál 110. Így jutsz el azonnal.
De van, amikor egy kötelező szöveget, meg ajánlati szöveget az elején végig kell hallgatni, vagy hallgatni. Én már rájöttem, hogy abba bele lehet gyorsítani, azt tudtátok? Nem, mivel? A kettős kereszt gombbal. Nem mond már. Megmutatom nektek. A kettős kereszt gombbal, ha rányomsz a kettős keresztre, begyorsul az automata. Az én ajánlatunk. És imádom. Kettős kereszt. Próbáld ki. Hát akkor nem kell itt a fogyasztóvédelmet, akkor mindenki gyorsítson. Nem mondom meg, hogy melyik szolgáltatónál vagyok. Kettős kereszt. Tehát belépsz, egyes, meghallod, hogy elkezdi mondani, hogy a tavaszi állat, őszi állat, és abban a pillanatban rányomsz a kettős kereszt, és fölgyorsul. És ledarálja neked, hogy nulla, és ott vagy az ügyfélszolgáltatónál. Nem ismertétek? Nem. Nem. Lehet, hogy nálatok más ez nem. Más szolgáltatónál vagyunk biztos. Na mindegy. Jó, írjanak nekünk ügyfélszolgálatosok nyugodtan, hogy ez hogy van egyébként, mit látnak, mit nem látnak. Nyilván nekik se könnyű, azért azt mondjuk el, hogy a sok totálisan analfabéta a telefonját, az internetét, a tévét egyáltalán nem értő emberrel találkoznak azért, nem? Tehát hallasz az interneten ilyen felvett ügyfélszolgálatos beszélgetéseket, hát nekik se könnyű. Tehát én nem csodálkozom, hogy annyit várok, miközben kapcsoljam ki, hol? Tudod? Nem? Tehát azért ott emiatt vársz annyit sokszor. Én most internetes dolgokban telefonáltam elég sokat, egy új csomagra fizettünk elő, és az én tapasztalatom az volt, hogy borzasztó udvariasok voltak. Tehát, hogy, ami hogy nem volt... már ott vagy. Ja, igen. De ah, hogy, nem ez de egyébként a stílusa semmiféle probléma nem az volt. Az szerintem már a legtöbb helyen hála nincsen. Jó Istennek. Régen volt. Volt, de most már nagyon kultúráltak, igen. Figyelj, amikor így belegyorsítasz a kettős keresztel, akkor az ügyintézésének az ideje is lerövidül, vagy csak te kétszer hallgathatod meg ugyanazt a szöveget, amit mi egyszer. Nem, akkor az ügyfélszolgálat is. Nem, az ügyfélszolgálat is gyorsítva. Jó napot kívánok, miben segítetek? Ez a probléma, hogy kapcsolja ki, kapcsolja be, indíts el, vegye ki, dugja be állazodba, visszatalálásra, köszönöm szépen. De bele tudsz abba is gyorsítani. Király. De lassítani nem lehet, mert a kettő. Arra még nem jöttem rá. 7:30 múlt pontosan 5 perccel várjuk az SMS-eket, jövünk a hírek után. 3:48 múlt 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az ügyfélszolgálatról beszéltünk, hogy egy, vagy szolgálatokról, hogy egy törvénytervezet szerint megszüntetik a hosszú várakozást, és 5 perc alatt fel kell venni az ügyfélszolgálatosoknak a telefon. Nekik se könnyű, erről is beszéltünk, hogy sok az őrült, aki mindenféle dolgot megkérdez, de mégis azt gondoljuk, hogy ezért ez egy jó dolog. Ügyfélszolgálat visszahív, majd közli egy géphang, hogy minden munkatársunk foglalt, kérem tartsa a vonalat. Jó, de jó. 6 percig bírtam, így a Gyuri, nagyon nagy. És visszahívták. A nejem dolgozott ügyfélszolgálaton felhívták, hogy pörkölt szagot ereszt a box. Tehát az a kis felvevő szeptobox. Ment a válasz főző hozzá tésztát. Ügyfélszolgálatos vagyok, legyen kedves mondani a születési idejét kérdése, mikor visszakérdezik, hogy az enyémet. Ezért kell sokat várni a többi ügyfélnek, nekik se könnyű tényleg. Volt egy szolgáltató, ahol 42 perc várakozás után kapcsolták az ügyintézőt, mobilról kellett hívnom, több mint 1500 forintomba került egy hívás. Tudják, hogy mióta vársz, sőt, akár számítógép elemezheti is a hangszínedet, és ettől függően kapcsolnak supervisort. Hát ez érdekes. Egyébként. Hogy elemzik a hangodat. Nem tudom, mit, ha te vársz, általában nem beszélsz. Nem beszélsz. Tehát, hogy vársz. Ez nehéz elképzelni. Majd ezt le tudtam volna tesztelni, hogy hétfőn is felhívom őket, meg most is. Igen. Kicsit védenem kell a call centeres kollégákat, a mobil szolgáltatónál dolgozom. Rettenet, mikor több száz várakozó hívással, és legtöbb esetben nem átlagos, normális problémával, hanem pszichiátriai kezelésre szorul emberrel beszélsz, mert az a happy, hogy betelefonál. Az utolsó hívásom másfél órát tartott, és ott hagytam a call centert. Írja nekünk egy hallgató. És itt van velünk Reni. Hello, Reni, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello, te ügyfélszolgálatos vagy? Igen. Na, nem kell, hogy hol konkrétan, csak telefonos cég, vagy esetleg internetet és tévétáruló cég. Tudod, nem, mindegy. Szerencsére nem tévé meg internet, akkor szerintem fel is akasztottam volna magam. De szolgáltatásokkal foglalkozunk mi is. Na, csak azért akartunk veled is beszélni, hogy halljuk a másik oldalt, hogy nyilván nektek se könnyű, ugye? Hát nem. Van ilyen tényleg, hogy számítógép elemzi a bejövő hívást, és akkor úgy kapcsolnak titeket, hogy mennyire ideges az ügyfél, vagy ez hülyeség? Nem, ilyen nincs. Olyan van, hogy látjuk, hogy mennyire sok ideje várakozik, vagy olyan van, hogy azt látjuk, hogy melyik vonalon hív. Tehát mivel vagy a ügyfélszolgálat, hogy mindig van az, hogy nyomja meg az egyes gombot, ha ez a probléma, kettest halt. Úgyis ugyanhoz az emberhez fogja bekapcsolni, tehát hogyha csak látjuk azt, hogy milyen problémával hív. Na, ez például jó, mert ezt én is így gondoltam, hogy mindegy, mit nyomok, úgyis az jön. Tehát ott nincs egy külön osztályok, ahova kapcsolnak engem, csak maximum szűkítés van. És ti azt is látjátok, hogy mióta vár, és máshogy szólítasz meg mondjuk egy 2 perce várakozót, meg egy 10 perce várakozót? Hát volt éppen van egy monitor, amin látjuk, ez igaz.
De általában nem ezt szoktuk nézni. Tehát, hogyha folyamatosan csörög, akkor tehát megnyomom a gombot is, és becsörög. De hogyha folyamatosan hívásban vagyok például, akkor ha felnézek a monitor, akkor látom, hogy itt tudom, hogy 2 perc várakozik. De nálunk azért a 45 másodpercnél nem szokott többet várni. De ha esetleg 20 perc, akkor már úgy veszed föl, hogy háló, bocsánat! Nem, általában azért próbálok racionális lenni, én személy szerint, és normálisan felvenni mindenkinek a telefont, hogy ne különböztessük meg az ügyfeleket. De általában azért bocsánatot kérünk, hogy ha sokat kell várakozni, persze, akkor erre mindig megvan a standard, hogy elnézését kérjük, stb. Hol a határ, amikor te visszaszólhatsz? Tehát a felmenőidet bántják, vagy téged sértegetnek, válaszolhatsz? Nem, akkor letehetem a telefont. Leteheted a telefont? Aha. Tehát akkor megmondhatom, hogy elnézést kérek, én mivel normálisan beszélek önnel, ezért kérem ugyanazt a tiszteletet, de hogyha nagyon elnézést anyázik, akkor leteltem a telefon. Figyelj, engem az érdekelne, hogy ti, amikor leteszitek, nagyon nagy röhögések vannak? Tehát ti egymás mellett ültök úgy, mint egy ilyen amerikai típusú irodában, ahol fiók, asztal, egy ember, kis polc, másik enger, és sírtak a röhögéstől? Hát konkrétan még a kollégáim most is hallgatnak minket, tehát most ők is sírnak a röhögéstől, mert pont így lesz szokott lenni. De hogy leteszitek ezt a hülyét, itt a megint ő volt, hallod, átkapcsolom hozzád, most vedd föl te, tehát ilyen van, hogy te azt mondod, hogy megint, nem hiszem el, na jó, átkapcsolok, vegye fel a Gergő. A normális válasz erre az, hogy nem, persze, nem csinálunk ilyet, de mi is emberből vagyunk, tehát mi is emberből vagyunk, tehát hogyha úgy hív fel az ember, hogy atya úristen, mekkora állat, ez még rádióbarát, akkor persze, tehát nem bírni se nevetés nélkül. És tudsz, hogy Gergő, csomagod van, ajándék, ezt vedd föl te, és átpasszolod neki? Tehát akkor ez konkrétan megtörtént? Na, ezt most nem veszem. Na, ezzel a hülyével én még egyszer nem beszélek. Nem, általában, hát ez nem tudom máshol, hogy van megoldva, de nálunk az úgy van, hogyha nálam csörök be, akkor először fel kell vennem, és utána esetleg köszönöm, kapcsolom az illetékes kollégához, vagy ahhoz, akivel előtte beszélt, mert akkor nekem nem kell még egyszer elmesélni. Én ügyfélszolgálatos csak ezt lennék, ott ülnél mellettem, vagy te. Jó napot kívánok! Kapcsolom a kollégát. Feri, tessék megoldani a helyzetet. Elmentem, iszom egy kávét. Volt olyan ismerős is. Én most már jó barátnak nevezem, ti is ismeritek, aki úgy hívott fel. Ó, az ismerős hang. Tehát volt ilyen, igen. A ti hangotokat castingolják? Vagy van ilyen hangcasting, hogy mindenki ugyanezen a kicsit ilyen nem nyugtató, szedáló hangon köszön be? Nagyon sejmesen, nagyon búgva? Ez van hát ilyen? Szerintem azért a nagyon rossz hangú embereket, vagy kellemetlen hangú embereket nem biztos, hogy felvesznek. Most nekem már mondták, hogy kellemes a hangom, meg a kollégáimnak általában, de szerintem nem mindenhol van ilyen, vagy nem tudok legalábbis erről. Hát nem könnyű nektek se, azért ezt nem vitatjuk. A másik oldalon ülni és kiszolgálni a rengeteg ember, rengeteg hülye hasfájását, kérdését, és sokszor tényleg hát teljesen bugyut a baromságait, nem egy könnyű meló, szerintem. Nem, de legalább jó érzés az, amikor felhív és üvölt konkrétan az ember, hogy ez a probléma, és utána úgy tesszük le a telefont, hogy jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, és ő köszöni meg, és teljesen nyugodt. Tehát nekem ez a csúcs, tehát én ezt szeretem a legjobban. És elnézést ilyenkor szoktak kérni? Ők persze. Aha, igen. Tehát van az ügyfél, aki elnézést kér, és megmondja, tehát elmagyarázza, hogy ő nagyon nyűgös, és nagyon mérges, és felment a cukra, stb. De a beszélgetés során általában lenyugszik. Tehát nekünk egy úgyfajta, vagy az úgynevezett pszichológiai kezelést is kell adnunk. Hogy le kell nyugtatni közben. Persze, mert másképp nem lehet kommunikálni, és áról bére jutni. Meg ráadásul ugye ezeket a felvételeket rögzítik, ugye? Így van. Jogszabály, akkor simán eltávolítanak a munkakörödből, magyarok kívülnek. Reni, maradj itt velünk akkor játszani, jó? Jó, ne, tartsd a vonalat, ne. Majd valamit. Értesítjük. Kapcsoljatok az illetéket. Az ön várakozás ideje több, mint 13 perc. Jó? Reni, figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Így van, mutatjuk, hogy mit csinál, figyelj. Először ezt hallhatod, hogy... Ajaj. Hát rossz számot hívott. Látod, rögtön felismeri. Igen. Látod? Füled van hozzá, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na. Jó vagy! Még szeretem is!
Megvan az ajándékcsomagod, és még plusz ajándékod hogy is van. Ne? A reklámblogban meg tudod hallgatni, hogy mit kaptál. Nagyon klassz dolgokat. Na, te mész wellness hétvégézni. Na, te viszont tényleg mész wellness hétvégézni, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy beszéltünk. Szia. Köszi, kellemes napot. Sziasztok. Hello, Reni. 5 perc múlva, 8 óra, Frey Tamás érkezik hozzánk. Vele beszélgetünk a hírek után. 8 óra úgy pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mérnek az M3-ason Miskolc felé a 100-as kilométer könnél a Káli felüljáróról. Mócika érte nekünk. És a 205-ös kilométernél is van egy trafing az M3-ason. Ezt Halász üzeni, köszönjük szépen. És rengeteg hozzászólás még az ügyfélszolgálatosokhoz. Hát igen, van pro és kontra, nyilván negatív, pozitív élmények, és rengeteg ügyfélszolgálatos ír nekünk, hogy higgyük el, a másik oldal se könnyű. Pont azért próbáltunk ilyenkor súlyozni, és egy olyan ügyfélszolgálatost meghallgatni, aki elmondta, hogy igen, hát a másik oldal is azért nem egyszerű. Ugye Renivel beszéltünk. Bocsánat, még egy közlekedésünk van, mielőtt mondanám, hogy Feri egy gyorsforgalmi befelé kamion beszorult, már beállt, és a Gyömrő is áll. A trükk, hogy befelé nincs magasságkorlátozó, csak tábla, és emiatt veszi sok kamion a felüljárót a nyakába. Göndi üzente nekünk. Mit akartál mondani? Csak azt akartam mondani, hogy ha esetleg halszag van kint az előtérben, az nem másra köszönhető, mint a Fish-zenekarnak, akik megleptek minket két hatalmas sült hekkel, kicsit ilyen balatoni hangulatot varázsolva az előterünkbe. De saját sütés? Saját sütés. A tudomásom szerint ők maguk a saját két ügyes kezükkel, vagy 4, 6, 8 ügyes kezükkel varázsolták itt nekünk ezt a kis reggelit, meg a Konzerv Zene című vadonatúj albumukat is konzervdobozba csomagolva. Ja, azt hittem, hogy ez egy hal konzerv. Hát szerintem neki kell gyűlközni, mire elfogyasztja az ember, meg megemészti, de inkább egy CD lejátszóban mutat jól. Köszönöm, ajándék. Igen, ajándék nektek elsősorban, én legfeljebb a panírt tudom megenni, illetve az albumot meghallgatni. De vannak vegák, akik esznek halat, nem? Ők, hát ők igen. Az a kamu vega, vagy a nem vega, vagy már nem tudom, nem tudlak. Igen, ők a divat vegák, vagy nem tudom, azok a vegák, akik kötnek némi kompromisszumot. Én egyébként nem eszek húst, csak halat. Ja, ő nem hús. Ja, akkor egy hagyjuk, érted? Tudom már követni ezeket az úri hobbikat, amiket gyakoroltok. Szeretem azokat a celebeket, akik azt mondják, én vegetáriánus vagyok, csak most tettem a hétvégén egy kis babgulyást. Érted? Amiben volt egy kis marhahús, és egyébként a lencsét is úgy eszem, hogy előtt egy sonka lében. Igen, mert ugye más az íz azért, ha a sonka hozzáfűz. Hát jó, azért, ha nem eszem hús, de eszem egy lencsét, ami sonka lében főtt, akkor azért azt én ehetem, mert vega vagyok. De ott meggyilkoltak egy állatot, ezt nem érted? Azért, hogy a te lencséd az hús ízű legyen, jó? Janival vagyok. Meg a sonkát utána nem kapta vissza az állat. Tehát nem úgy történt a főzés, hogy egy picit beleült, egy kicsit áztatta magát, és utána pedig lencsét főztek benne. De miért nem? Na, ugye ígértük, hogy vendégünk lesz, már meg is érkezett, és hát szokása a szíven egyébként napbarnitottan, kissé kipihenten, gyönyörű bronzszínűen. Frey Tamás, éjjeget kívánunk mindenkinek. Nem, de azért erre mindig rácsodálkozom. Igen, látom, ez minden alkalommal így. Ja, ez most, úgyhogy az elmúlt 3 hónapban egy szabad napja nem volt, úgy szerintem különösen érzékenyen éri. Igen, kicsit neurotikus vagyok. Igen. Marha érdekes, amikor Tamás megjönnek, mindig egyrészt örülünk, másrészt ingerültek vagyunk. De inkább az utóbbi. Igen. Na, hát nagy dolgok történnek veled, ez gondolom egy ilyen izgatott pillanat, nem? Amikor az ember ugye egy újabb gyermeket elenged, járni tanít, majd megnézi, hogy veszi az első akadályokat. Hát igen, gyakorlatilag ez most már annyira cizellált üzlet, tudod, hogy azt gondoltam, hogy azért megyek el a könyvírásba, a tévézésbe, mert nincs ez a nézettségi index őrültek háza, és akkor, mert azért az ember stresszeli, tehát gondolom, ti is most izgultok, hétvégén műsor, mi lesz hétvén, ott fogtok állni 9:30-kor, hogy nézed a görbét, nem? Igen, hát ha baj van, már 8-kor hím. Ha nincs baj, csak 10-kor szólnak, hogy oké, van második. Mégse 9, csak 2 adás lesz a következő a búcsú. Igen. Szóval hát ez már a könyvben is így van. Tehát az első hétvége hány példány, hol, merre, kik vették, korosztály, tehát már olyan adathalmaz van, tehát természetesen ilyenkor az ember borzasztóan figyel és izgul és nézi. Azért ez másfél év munka benne, tehát úgy várod, hogy mi történik. Igen. Majd beszélünk erről is, hogy sokan nem is gondolják, hogy mi munka van egy ilyen könyvben, mint másfél év. De ami már nekem az elején feltűnt, ugye van egy ilyen szerző megjegyzése. Történet, ahol te leírod. Használati utasítás. Használati utasítás, igen, figyelem, felhívás. És elolvastam többször, és elsőre azt gondoltam, hogy olyan, mintha egy kicsit
próbálnád magadról levenni a felelősséget, vagy mintha mentegetőznél, vagy mintha próbálnád a... Mire gondolsz? A könyvben található dolgokból úgy kihúzni magad, hogy kérem, mindenki nyugodjon meg, ez csak fikció. És azért ez másfél oldalon keresztül te ezt csak mondod, hogy nem kell komolyan menni, fikció. Hogy magadat féltetted, vagy ez egy tudatos dolog volt, hogy ezt leírd, és akkor így van nyugi? Igen, tehát a későbbi pereket az ember szereti nyomtatásban elkerülni, ebben az értelemben, de a színfalak mögötti nyomást is. Tehát az előző könyv után nagyon sok volt, hogy őszinte legyek. És úgy törődöm azon, hogy ez miért van. Tehát miért reagálják túl. Jöttem az autóba, ti is pont erről beszélgettetek még egy olyan hárnyed órával ezelőtt, egy kicsit más aspektusban, de hogy van Amerikában a sztárok, mit reagálnak, és mit nem reagálnak, és mit görcsölnek. Tehát pont arra gondoltam akkor, hogy hát oké, ti most egy szűk körről beszéltek, vagy egy szűk kérdéskörről, ez egy általános ország összhangulatbeli kérdés, csapódik ez nem mindenhol. Tehát láss, valaki ilyen thrillereket ír, ami valóság alapú, valamelyes, de mégiscsak fikció, és akkor itt túlreagálják, ők is túlreagálják. Tehát a politikus is túlreagál, a gazdasági élet is túlreagál, az ismert emberek is túlreagálnak, hozzák azt a légkört, ami ebben az országban van, mindenki görcsöl azonnal. Tehát nem arról van szó, hogy valamelyik reggel a monakói otthonodban, az nincs ágyban melletted, vagy a nincaiban, vagy a New York, találtál egy levágott szürke már nem, a fejed. Hogy értsd a célzást. Igen, de hát mindenféle technikái vannak ennek, hogy úgy érezzem én, hogy nyomás van rajtam, és hogy nem kéne még egy ilyet írni, és nem kéne ugyanúgy még egyet írni. Uh-huh. Ami persze egy olyan dolog is, hogy ez egy ismeretlen műfaj picit Magyarországon, tehát lássuk be, hogy gyakorlatilag fiktív szereplők gyúrva össze nem fiktív szereplőkből, egy fiktív világban, amiről azért azt gondolom, hogy talán mégsem annyira fiktív, és ennek most én úgy keresem a határait, tehát hogy mit vesz itt be ez az ország, meg ennek a szereplői. Azért ez a színfalak mögött hogy is áll össze Magyarország, ez erről szól, ezek a regények erről szólnak, és hát úgy tűnt, hogy az előzőt egy kicsit túlragálták, tehát valószínűleg így hosszabb lére nyújtottam ezt az első. Igen, valahogy oldal. Ez volt, elkezdtem mondom, na jó, akkor nézzük meg, és egy ilyen másfél oldalas nyugi gyerekek, mindenki nyugodjon meg, fikció, még egyszer mondom, fikció. Tessék egy kicsit lelassulni, megnyugodni. Ja, a könyv egyébként fikció. És akkor utána jön az első fejezet, ugye, hogy mint prológus. Tehát igen, ez volt az érzés. Az előző könyv után a fikciós szereplők közül, aki félig magára ismert volt. Persze. Hát a fölhívva, bárcsak fölhívtak volna, ilyen egyszerűbbet volna, tehát ennél azért komolyabb, de én nem akarom ezt persze túl misztifikálni. Annyi tanúság van, tehát, hogy keresve a határokat, hogy adott szereplők, tehát kulcsfontosságú szereplők, akiket adott esetben ismerhetünk a napilapokból, az a váltás az előzőhöz képest, hogy nem egy az egyben vannak, hanem háromból van egy. Uh-huh. Tehát szerintem olyan, nevezük oligarchának, bár én ezeket bizonyos értelemben egy új típusnak hívom poligarchának, igen, mert itt szerintem ez egy új jelenség, hogy mosódik össze a politikusi nagyon komoly befolyás és a gazdasági befolyás, ez egy új egyszemélyekben testesül, ez most már meg nálunk, de nincs olyan, aki Las Vegasba jár kaszinózni, Genf mellett él, és egyébként abban az üzlet ágban mozog, mint itt az egyik főhős. Olyan van, aki Las Vegasba jár kaszinózni, de nem Genf mellett él. Aha. Olyan van, aki Genf mellett él, de nem Las Vegasba jár kaszinózni, stb. Tehát... Ez tök jó, mert így hárman fognak gyűjtni. Igen, igen, szerepén. Csak egy karakter hívott volna fel, így hárman fognak felhívni. Hát sokkal jobb a három ellenség, mint az egy. Én abban bízom, hogy mindig azt mondja, de hát oké, én járok Las Vegasba, no, de hát én nekem nincs Genfben házam. Akkor ez biztos nem én vagyok. Nem én vagyok. De feltételezed, hogy ők ezt elolvassák? Ők nem, vagy csak majd mondják nekik. Vagy mondják nekik. Tudom az előzőről, hogy bizonyos körökbe véres kartként hordozták körbe, hogy láttod ezt, te vagy. Uh-huh. Mert ezek se szeretik egyébként egymást, ezek a fiúk, tehát úgy tűnik, hogy igen, de aztán egyébként olvassátok a híreket, és Csányi Sándor az büntető feljelentést tesz a miniszterelnök helyettes ellen ebbe az országba, tehát olyan kisülések vannak a színfalak mögül, hogy hajajaj. Igen, és hát ugye az ember ilyenkor azt gondolja, hogy ha ez már leképződik, ugye a hétköznapi ember életében, hogy erről mi tudunk, itt a feljelentés, akkor ugye tulajdonképpen mi történik háttérben, persze, amit ugye mi még nem is tudunk, nem is dolgunk, illetve talán feladottunk tudni, de ha már mi ezt látjuk a sajtóban, akkor mi van mögötte? Persze. Azt kell neked mondjam, vagy nektek, hogy ez ebben egyébként nincs, nem kéne ezen annyira meglepődni, tehát ez is túl van reagálva. Hát Franciaországban ugyanezt látod, az ottani miniszterelnök lép valamit, és akkor a Louis Vuitton tulajdonos az
tüntetőleg demonstratív az újságú címoldalán vonul el Brüsszelbe lakni, vagy Belgiumba lakni, mert neki nem tetszik ez az adószabály. Tehát vagy Gerard Depardieu. Vagy ide, vagy Gerard Depardieu Csecsenföldig menek. Igen, a jobb adózás miatt. Igen. Tehát magyarul nálunk ez is úgy el van folytva, és akkor úgy megdöbbenünk, hogy miért. Hát miért lennének azonosak az érdekeik? Persze, hogy mások az érdekeik. Igen, említesz még egy nagyon érdekes dolgot, hogy hogy fikció, de hogy az előző könyved után is nagyon jöttek, mondták, súgtak. Ez így van. Ez hogy elindult, érdekes. Hogy én azt gondolom, hogy rólam ezt írtad, de inkább ír róla azt, mert én viszont tudom róla azt. Döbbenetes, de így volt. Tehát az első, ugye ez egy trilógia, az első könyvnél azokat a kapcsolatokat használtam, akik nekem a tévés múltam miatt megvoltak, külön el kellett mennem, hogy te figyelj, most tudod, ez más műfaj lesz, beszélgessünk egy kicsit, most elmondhatnád többet, amit sosem mondtál a kamerába, stb. A másodiknál volt egy ilyen középút, hogy már úgy, még mindig én mentem, de persze, elmondjuk Tamás, és itt most már ők jöttek. Volt olyan, aki hozzám külföldre kiutazott, azt mondta, figyelj, én el szeretnék neked dolgokat mondani, inkább felszállok a repülőre, kimegyek, Magyarországon minket ne lássanak, hogy beszélgetünk. Ők ketten voltak, és formaruhát? Konfekcióban. De nyilván titok, hogy kik ők, nem? Hát tehát, hogy ezeket nem is adhatod ki. Na, ugye a könyv maga tulajdonképpen azért érdekes, mert hogy ebben azért jól átdolgozod és átírod a történelmet, ugye múlt, jelen, jövő, így zárul a trilógia, ez a jövő, méghozzá egy átírt jövő, ugye? Kicsit igen. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egyfajta tényleg úgy fikció, hogy 2015-ben vagyunk, és egy általad elképzelt jövőben. Igen, hát ugye... Részben... Ezt szerintem nem lövünk le sok mindent, hogyha a hallgatók, akik esetleg olvasók lesznek, azt tudják róla. Amerikában, én olvastam egy regényt, és nagyon érdekesnek találtam, az amerikai ilyen típusú beszélgetésekben, amit mi most folytatunk, azt mondanák az amerikaiak, hogy hát nagyon sok minden múlott az amerikai történelemben azon, hogy lelőtték Kennedyt vagy nem. Ha nem lőtték volna le Kennedyt, akkor Amerika történelme másképp alakul. Lásd, mi lett volna Vietnámban, és akkor így görgetik. Persze, ez csak egy esti beszélgetés, de érdemes eljátszani. Én azt gondolom, hogy Magyarország közelmúltbeli történelmével ez 2006, hogy lemond Gyurcsány Ferenc vagy nem. És ez a regény abból a fikcióból indul ki, azt próbálja végiggörgetni, hogy mi lett volna, ha lemondott volna. Tehát egy kicsit a 2015-ös Magyarország, az egy olyan Magyarország, ahova úgy jutottunk el, hogy Gyurcsány Ferenc lemond 2006-ban, akkor 2007-ben választások vannak, akkor nyer a Fidesz, akkor Orbán Viktor a miniszterelnök, akkor ő a miniszterelnök, amikor a gazdasági válság eltalálja Magyarországot, és tovább nem mesélem, de szerintem ez egy nagyon érdekes szellemi játék. És így szaladunk bele ebbe a 2015-be, és azt már végképp majd az olvasók eldöntik, hogy akkor tényleg más Magyarországba élnénk ma, mint amiben élünk. Szerinted foglalkoztatja az embereket az, vagy a magyar embert, hogy mi lenne 2-3 év múlva, vagy mi lesz, vagy jelen pillanatban, ami a közhangulat, az inkább az, hogy a jelen, a mostani túlélés, a mostani problémák, a máról holnapra, tehát van energiája, ideje foglalkozni azzal, hogy mi van 3-4 év múlva? Én azt tapasztalom, hogy nem így, hogy mi lesz 3-4 év múlva, hanem egy elképesztően intenzív változás van most, lássuk be. Tehát az elmúlt 20 év visszanézve totyogás ahhoz képest, ami történt az elmúlt 2-3 évben. És mindenki szeretné tudni, azok is, akik ennek hívei és nagyon szimpatizálnak ezek a változásokkal, azok is, akik nem szimpatizálnak vele, hát látod, hogy milyen indulatok gerjesztődnek, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy ez a Rubik kocka összeáll, tekerik, és 2 év ma tényleg az lesz, amit mondjuk a kormány mond, vagy pont fordítva, és ez még nagyobb káosz fog okozni végül is, és nem sikerül. Tehát szerintem mindenki szíve szerint, aki szereti, aki nem, ugoron egy picit előre időben, hogy mi lesz ennek a vége. Én érzek, tapogatok egy ilyen érzést. Tehát nem az érdekli az embereket intenzíven, hogy most a rezsicsökkentéssel konkrétan mi lesz, mert az volt a levegőben a bankár idején, hogy éppen a forint elleni spekuláció, tehát egy ilyen regénynek nem a konkrét mával kell foglalkoznia, nem ez az izgalmas, hanem hogy összeáll-e a dolog, és mi lesz 2-3 év, hol tényleg hol fog tartani Magyarország. Én így érzem, lehet, hogy tévedek. Érdekes egyébként nagyon, amit mondasz, és egy nagyon érdekes olyan magyaros jelenségre mutat rá, hogy az emberek, ugye egy fikciós műfajban mozogsz. Az emberek nagyon sokat gondolkodnak azon, és szerintem túlságosan sokat is, hogy mi lett volna, ha. Pedig igazából ezt tényleg úgy kellene kezdeni, legalábbis szerintem, hogy elolvasok egy ilyen könyvet, végigolvastam, leteszem a könyvet, jól szórakoztam rajta, elgondolkodtam rajta. Mert hogy az ilyen jellegű felvetésen, hogy mi lett volna, ha,
Szerintem nincs értelmük. Mert mi lett volna, ha győzünk Bohácsnál, ha az Antant oldalán állunk, ha sikerül a kiugrási kísérletünk, ha ez történik, ha az történik. Tehát, hogy de nem. Ja, ez teljesen egyetértek. Ez csak olyan szempontból érdekes szellemi kaland, hogyha hirtelen egy másik perspektívából megnézed, akkor, jó, akkor valahogy kívül kerülsz egy kicsit abból, amiben most vagy, és akkor jobban megérted a mostot. Szerintem csak ilyen szempontból érdekes a gondolkodás, most már lehet, hogy rébuszokba beszélgetünk, de a gondolkodásodat segíti a mának a megértésébe, hogy egy másik szenárióba is végig gondolod. Na most ugye a magyar közhangulatról, meg a magyar elitről írsz azért ebben a könyvben leginkább. Az első két könyv azért az sokkal inkább egy nemzetközi viszonylatot mutatott meg. Nagyon sok mindent megtudtunk különböző országok hangulatáról, állapotáról. De az, hogy az ember magyar elitről írja, magyar közhangulatról, ahhoz nem kell huzamosan Magyarországon élni? Ahhoz nem kell huzamosan Magyarországon lenni? Én sokat vagyok azért Magyarországon, tehát összeadva biztos vagyok egy 2-3 hónapot. De én azt vettem észre, hogy kívülről jobban megérted. Tényleg. Tehát ha benne élsz, akkor a mindennapok szöszmötöléséből az nagy összefüggéseket nehezebb megérteni talán. Én valahogy most így érzem. Tehát amióta most már egy 4-5 éve úgy több időt töltök külföldön, mint Magyarországon, azóta Magyarországot jobban vélem érteni. Lehet, hogy tévedek, de valahogy így gondolom. És akkor föltűnik hirtelen, mert ez egy más, amikor én dossziéztem, akkor egy hetet voltam itt, egy hetet voltam ott, egy hetet voltam egy másik országban, akkor azokat az országokat sem értettem annyira. Amikor meg hosszabban éltem még egyetemistaként mondjuk Amerikában, Svájcban, akkor nem voltam kifinomult és érzékeny ezekre az általános, hogy is van szervezve egy ország, milyen is a légkör benne, hogy viszonyulnak egymáshoz az emberek. De ezt nem érted egy hetes utazásokban. De hogy élek mondjuk Franciaországban vagy Amerikában hónapokat, akkor azonnal összehasonlítani kezdek, tudod? Na, és te mint kívülálló például most mit mondasz? Tehát, hogy most milyen a légkör? Mert aki benne van, az ugye tudja, érzi, gondol valamit, de nyilván amikor elmész és 6 hónapig, 7 hónapig egy teljesen más mentalitású országban élsz, majd visszajössz, akkor érezned kell mondjuk akár a pozitív változásokat. Igen. Én azt mondom, hogy most egyébként érdekesebben, vegyesebb, mint volt egy éve. Ha egy éve tetted volna föl a kérdést, akkor sokkal depresszívebbnek éreztem a hangulatot. Most meg egy nagyon érdekes újdonság, hogy megjelent egy pozitív energia is. Ez nehezen definiálható, csak úgy érzem. Tehát továbbra is megvan ez az általános magyar nyavajgás, mindig probléma, mindig, amiről én már 70 milliószerre elmondtam, most jöttem, nem tudom, 2 hete Zimbabvében voltam. Tehát Zimbabvéből nézve az a nyavajgás, hogy a szemetes kocsi az fél órát késett, arra azt mondani, hogy értem, jó, hát rendben van, mindenki menjen egyet Zimbabvébe, és onnan nézze egy picit. Tehát nem állandóan Bécsből kell nézni Budapestet, mert akkor persze mindig vesztesnek fogod magad érezni. De érzek, főleg egyébként Budapesten, sokat járok vidékre, és a kávézók miatt meg vannak vidéken üzemeink, tehát látom azért, mi történik vidéken. Nógrádban vannak dolgaink, tehát kifejezetten azt gondolom, hogy érzem a végét is ennek a magyar parabolának. Budapesten, a belvárosban, a visszatérő, nyugatról visszatérő fiatalokban egy rettentesen izgalmas energiát érzek. Tehát olyan energiát érzek mondjuk csak a vendéglátásban, a startup vállalkozásokban, Gosdúdvar, belváros, amivel kinőtte ez a romkocsma negyed magát, de minden évvel együtt, tehát a Bakelit lemezboltostól kezdve a bútoroson át, azok a magyar fiatalok, akik magukba szívtak Londonba 3-4-5 évet, megtanult a nyelvet, a horizontjuk kitágult. De abból a 20 000 fontból, amit félretettek, Londonban nem nyitnak kávézót, vagy nem nyitnak semmit, de összeálltak hárman, és macskakőből építenek bárpultot, és kovászos uborkás üvegből lámpát. Igen, hát ebben a szemben a világviszonylatban mi most abszolút élen járunk, főleg abszolút, ebben a... Igen, abszolút, és ebből egy olyan energia van, éppen egy német ismerősömmel beszélgettem, aki Berlinből ide költözött Budapestre, most beszélgettem vele pár napja, és Berlin azért arról azért azt gondoljuk, hogy ma Berlin nagyon izgalmas, és így is van. És képzeld, amikor egy berlini azt mondja, hogy Budapestre jön, és bemegyek oda, és egy olasz figurától úgy veszek friss pasztát, hogy csak olaszul beszélget. És mondom neki, hogy 300 gram, mi? És így,
olaszul tudod vele megbeszélni. Nem, nem, szívesen Tamás. Mondja érségesen. Tehát ő nem tud, angolul alig tud. Angolul alig tud, tehát hogy egy olyan város kezd ez lenni, ahova bátran idejön egy olyan nyugati, hogy nem, hogy a helyi nyelvet nem beszéli, még esetleg angolul se, de majd úgyis el leszek valahol. De szerinted akkor is ezt éreznéd, ha itt lennél 12 hónapot? Mert így azért ugye ki hazajövök 2 hónapra, érzek valami pozitívat, elmegyek 8 hónapra, ugye hát az rólad köszönött, hogy Nizzában élsz, ugye? Részben, többek között, és Floridában. Igen. Tehát a világ két szörnyű, sötét, elátkozott, hihetetlen kemény helyén élsz, Nizzában és Floridában. Úgy hazajönni, és úgy azt érezni, hogy elindult valami pozitív, én azért egészen más utána visszamenni Floridába, Balázs, meg Nizzába, mint egyébként 12 hónapot itt lenni. Igen, de nem? Én most csak azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ti már belül észre se veszitek, hogy mennyi jó dolog van. De én mindenkit mindig mondom, arra buzdítok, hogy azért erre legyünk nyitottak, és nem mondom, hogy nem nincsenek depressziósok, meg hogy nincs rá ok, meg nem, ezt nem mondom. Csak, van valami. Csak hogy már észre se vesszük azt, ami van. És ezek mondjuk, ha negatív lennék, nem vagyok az. Hogy Nyugat-Berlinben már 20 évvel ezelőtt megvoltak ezek a dolgok, amiket te most felsoroltál. De mivel pozitív vagyok, azt mondom, végre itt is jobb később, mint soha. Nem, azért, amit a Tamás mondta, hogy az a fajta kulináris fejlődés, ami elindult az országunkban, nem étterem szinten, kézműves dolgok szintjén, háztáji szinten, vagy például az éjszakai szórakozóik, a romkocsmák, a Kazinci utca, meg az egész, hát azért ezt mindig kell észrevenni. Nem? Hát azért jönnek külföldiek azért, mert jót hallanak Budapestről, ide akarnak jönni, itt akarnak enni, itt akarnak inni, és itt akarnak bulizni. Ez egy érték. Figyelj, nekünk például most nyitunk kávézókat Dublinban, ha minden igaz. Ír befektetőkkel. Jönnek ide az ír befektetők. Én amikor elmegyek Dublinba, most rendszeresen járok Dublinba, akkor azt mondom, de klassz város ez a Dublin. És akkor ide jönnek az írek, és azt mondják, de klassz város ez a Budapest. És elkezdik mondani, hogy de jó neked, hogy Budapest rész. Na most ez egy olyan dublini befektető, aki egyébként szintén Floridában is él, meg lakása van New Yorkban, és az azt mondja, hogy tök jó, és hétvégén megint tárgyalunk el, és ő mondja, tudod mit, én jövök hozzátok. Tehát szóval most persze egy más perspektíva, más ív, de akkor is, tehát én csak azt mondom, hogy energia van, ezt észre kéne venni, erre reagálni kellene, nem kell állandóan nyavajogni. Annak ellenére, hogy 1000 probléma van, ez 600 oldalas könyv arról szól, mert ezzel kezdted. Hát, szerintem... hát ennek a 300 oldala az elején szinte semmi másról. Tulajdonképpen, mint egy korképről, ami jelen pillanatban van. És utána indul szerintem a valódi cselekmény. Uh-huh. Én legalábbis ezt éreztem. És téged, te egyébként olvastad, akkor mit éreztél ezen felül? Ez egy érdekes dolog, nekem még van 150 dolog. Engem azért zavart, mert az előző két könyvednél számomra olyan dolgok jöttek, amiket az ember nem tud nem érez. És itt azért az ember alcába van tolva az, amit gondol, amit érez, ami rátelepedik kicsit a közhangulatra, ami most jelen pillanatban van. Tehát számomra ez a kötet a legnyomasztóbb. Értem. De ugyanakkor nyilván azt gondolom, hogy értem, hogy miről írsz. De az első kettő a számomra azért volt egy kicsit felülülés. Levegősebb volt. Levegősebb volt, igen. Tehát itt egy picit berágtál. De most egy keményebb világban élünk. Ez is így van, igen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Jó, Frey Tamás a vendégünk, 8:30 pontosan 2 perccel. Jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi is. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Frey Tamás a vendégünk. A 2015 című könyvéről beszélgetünk, ugye a trilógia harmadik érzésem szerint talán egyébként befejező része. Amiről itt a hírek alatt beszéltünk, ez egy nagyon izgalmas dolog, és szerintem erre az ember nem lát rá, mert mindenki van egy ilyen idealisztikus kép, hogy ír az ember könyvet. Leír, jön az ötlet, laptop, egy jó whisky, és gépeled, és jönnek az ötletek. Közben, amit itt elmondtál, azért erről érdekes beszélni, hogy szinte egy farra kirajzolt cselekménytáblázat alapján 10-12 órán keresztül pakolgatsz mozaikokat egy táblán, amiből aztán könyv lesz a legvégén. Így van, hát pakolgatok napi 10 órán keresztül, 10 hónapon keresztül, és akkor úgy kell elképzelni, mint amikor az FBI nyomoz, és akkor van nekik a nagy fal, és tényleg a fotók, a helyszínek, a karakterek, mindenkit meg kell teremteni, az úgynevezett külső életét is, tehát azt a korszakát is bármelyik szereplőnek, akit mondjuk 50 évesen belép, nem csak, hogy vele mi történik a regényben, hanem mi történt az azt megelőző 50 évben, hogy milyen zenét szeret, hol tanult, hol élt, mert annyira érezned kell, hiszen beszél, a szófűzésünkbe benne van az előző életünk. Tehát ez fura, de mégiscsak. Tehát egyébként minden karaktered ugyanolyan szófűzéssel, ugyanolyan betű és szó és mondat használattal beszélne, nem lennének színesek, eltérőek, különbözőek. Ki kell találni, milyen zenét szeret, hogy öltözködik, hol él, amit esetleg
az olvasók soha nem találkoznak vele, csak valahogy egy mély érzet van. Szóval ez nagyon sok munka, mielőtt konkrétan az első sort leírod, ez a műfaj időben össze kell éren, ez a regény mondjuk egy olyan 72 órának a története. Tehát azon kell molyolni, tudom, hogy azon el voltam akadva, hetekig el voltam akadva, hogy van egy jelenet, amikor Los Angelesből haza reptet az egyik magyar nagyember, hoz valakit, maradjunk így, és közben és éppen érnek össze Budapesten a szálak, és a budapesti történés szerint este 6 órakor kéne ezeknek, ide kellene érniük, de ami miatt elindulnak Los Angelesből, az Budapesten reggel 10 órakor történt. És egyébként, ha korrekt vagy, akkor ha ugyan magánjettel jönnek, de nem érnek, ha 8 órát nem érsz haza Los Angelesből. És akkor elkezdtem visszamenni, hogy oké, akkor ennek, ami 10-kor történik, annak 8-kor kéne történni. És így mind a dominó fűzte visszafelé, és visszamentem 300 oldal, és mindent egy picit a damilokon húzogatni kellett ott ezen a nagy falon, és egy hétig el voltam akadva 2 óra miatt, mert esetleg majd valaki fogja mondani, hogy felejtem, esetleg Lükke. Hát nem tudsz számolni? Nem ugyanaz, mint Floridába. Ezért, ahol élsz? Ezért nem jó, hogyha ilyen nemzetközi dolgokba folysz bele, mert hogyha a magyar viszonyokat néznéd csak szigorúan, akkor ott a MÁV-nál simán beleférne, hogy egy másfél órákat tégyed. Most egy Budapest-Vácra rájössz egy plusz másfelet, ott meg... Szobról indult a főhős. Igen, kevés benne a párbeszéd, sokkal több a gondolat által kimondott cselekmény folyam. Hú, ezt most nem értettem. Hogy nem párbeszédekkel mondatsz, hanem a szereplő valamiről gondolkodik, és úgy mondod el azt, amit te mondani akarsz. Tehát több volt a párbeszéd az első két részben. Ez ennek a műfajnak egy kicsit a sajátja. Párbeszéd valamelyest unalmas. Inkább gondolkodnál. Párbeszédet láttatni kell. Azért olvasunk ilyen könyveket szemben mondjuk a thrillernek megfelelő, tehát mozifilmekkel, hogy a moziban nem tudsz benne lenni a szereplőnek a fejében. Itt benne tudsz. Plusz, ha most már megint egy kicsit a szakmáról beszélgetünk, lévő, hogy a mozifilmekhez hasonlítják az emberek ezeket a regényeket, és a moziban látsz és hallasz, a regény 3 olyan érzékszervedről tud még szólni, ami a mozi nem, az a szaglásod, a nyelved és a tapintásod. Tehát egy csomó dolgot kell írnod, hogyha megfogja az ujjával, akkor annak milyen volt annak a ruhának a tapintása, amit iszik, eszik, milyen az íze. Tehát tudatosan rá kell ezekre az érzékszervekre játszanod, mert ettől tud több lenni a könyv, és akkor abban végzett, hogy nem beszélgetniük kellene. Tudod? Na most az ilyen típusú könyveknek azért az angol száz piacon megvannak a nagy ászai, akik ezeket írják. Szerinted, ha ezt most egy az egyben mondjuk fordítanák, megállná a helyét? Fordítják, most már van amerikai kiadója, az elsőnek, bocs, tehát nem ennek. Van már egy ügynök Európában is, sőt, most már éppen most írok alá opciós jogokat az elsőnek a megfilmesítéséről, szintén Amerikában. Azt mondják, hogy megállja a helyét. Hát nézd, ez egy olyan dolog, hogy most nézem, Dan Brown könyvével versenyez. Tehát most nézem a top listát, és akkor ott Dan Brownnak az új könyve megesztette. Magyar olvasóként, ugyan ezért is 3500 forintot adsz, vagy 4000-et, meg azért is. Tehát téged nem érdekel, hogy ezt egy magyar ember írta. Az ő fejükben ez vagy ugyanolyan jó, ez a ti tévéműsoratok is, bocs. Tehát a tévéműsorban sem mondhatod, hogy ja, én hát kevesebb a költségvetésem, mint a CBS-nek, mert egyébként onnan vesznek egy sorozatot, és azt is mellétek teszik, vagy veletek szembe teszik, stb. Tehát ez a magyar... Francba már ezt sem mondhatjuk. De nem így van. Pedig én még hétfőn ebbe akartam kapaszkodni. Jó, jó, volt rá annyi pénz, gyerekek. Legyetek egy kicsit megértőbbek. Ez még csak az első adás Magyarország. Ez nem megy. Érted? Kis pénz, kis foci, kis pénz. Ugye? A könyvvel kapcsolatosan elmondtad azt, hogy egy másik fajta látásmódot ad. Tehát, hogy ugyanazt a sztorit, amit most mindannyian megéljük, azt kicsit fordítunk rajta, fiktív lesz. És pont ezután a mondat után kezdtetek el arról beszélgetni, hogy milyen jó lenne picit pozitívabban nézni azokat a dolgokat. Ha elolvasod a könyvet, megnézed ezt a másfajta látásmódot, az segíteni fog egyébként az olvasónak az életében is? Én szerintem a Balázs, mert azt mondta, hogy 150 oldal van, míg a 600-ból vissza, igaz? Tehát most jönnek... most már megöltél mindenkit, aki lehet, úgyhogy szerintem már csak még néhány ember, aki él, az elbúcsúzik. Még egyszer léred a végén, hogy nyugalom, fikció. És utána vége, szerintem a nagy dolgok megtörténtek. Most jön az a 150 oldal, ami egy kicsit a kiutat mutatja. Tehát szerintem azért ez fontos, hogy lássunk esélyt. Tehát én látok, tehát még egyszer mondom, Zimbabvében már kevésbé, de azért az furcsa lenne, hogy itt nem érezzük azt, hogy
hogy van miért felébredni. Te miket olvasol egyébként, hogy kiket olvasol? Én sok ilyen regényt olvasok értelemszerűen. Azért írok ilyet, mert szeretem ezt a műfajtát. Most mondhatnám, hogy olvasok ilyeneket, mert ez a szakmám, de én szeretek ilyen regényeket olvasni, de olvasok sok mindent. Tehát most Trónok harcát olvasom éppen. Kisfiam az rettenetesen lelkes volt ez ügyben, és elkezdtem olvasni, és nekem is nagyon tetszik. Tehát, hát de abból is tanulhatsz egyébként. Igen, tehát annak a szövevényessége, ott olyan szinten tisztába kell lenni az összefüggésekkel, olyan könnyen ölenmondásba kerülhetnek az írók, hogy az hihetetlen. Azért az egy tanulmány. Ajaj, és zseniálisan van megírva, és ugyanezek, amiről itt most beszélgettünk, érzékszerveit ide-oda. De én azért nagyon szeretem, amit ez az angol mondja, hogy ez a hard current world, tehát ez a kemény mai világ, ami minket körbevesz. Tehát mozifilmekbe beszélgetve én a Siriánát sokkal jobban szeretem, mint mondjuk egy Born ultimátumot. Azt is szeretem, de amikor azt érzem, hogy ez tényleg ilyen a színfalak mögötti világ, ami nekem elmagyarázza, de fogyaszthatóan, szórakoztatóan, akcióba csomagolva, tehát hogy ne legyen erőfeszítés olvasni, de mégis okosabb vagyok a végén, mint voltam az elején. Én ezt szeretem olvasni, nézni minden műfajban. Tévézés most egyáltalán nincs napirenden? Nincs, de ez tök érdekes, hogy például volt nekem 5 évvel ezelőtt ez a formátumom, ami a sztárok a fejükre estek, és az ugye a Sony Internationalnél van. Én most Afrikában pont azért voltam, mert megcsinálta egy ország, tehát ez azért még görgedezik. Hát akkor mit csináltuk veletek szembe, pont a Celeb vagyok ott, úgyhogy akkor nem annyira még nem voltunk a liblingjeid. Bocsánat az akkori nézettségetekért, arról az RTL műsorra tehetett, ne haragudj ránk. De kézzel, most például... Hogy az nektek nem működött annyira. De most például ment Bulgáriában, és Bulgáriában verte úgy a Big Brother-t, hogy beutaztatták a Paris Hilton-t a Big Brother házba, és úgy is megvert ez a formátum. Tehát egyébként ez annak is a függvénye, az adott tévécsatorna, hogy kezeli, kiket castingol bele, stb. Ebben nem mennék bele. Tehát én a TV2-ről gondoltam sok mindent akkor, hogy jól csinálják, vagy nem. De nekem ez maradt a televíziózásból, tehát így egy kicsit egy nemzetközi vonal, de Magyarországon semmi. Na és hát azért dobj egy csontot nekünk, hogy milyen a szörnyű nizzai lét. Tehát, hogy az úgy azért, hogy kell elképzelni ezt az életet, a smog, a dugók és a rossz kávék hazájában. Én tényleg dolgozom, azért ott is tehát mondom, én most írtam ott a könyvet úgy, hogy reggeltől estig, tehát persze nem fog panaszkodni. Meg az inkább a mi kávés életünk, hogy ott mennyi impulzus ér ez a nizza, tehát ez az olasz-francia szakasz, ugye ott minden összejön, ami ebben a kulinaritásban fontos, tehát az ott a motorja ennek a világnak. Én mozogni szeretek, őszintén. Tehát én nagyon nem valószínűleg unatkoznék, ha csak ott élnék. Tehát nagyon szeretek Amerikába is időt tölteni, akkor ültetvényekre menni. Tehát nekem egy ilyen mozgós életem maradt azok után is, hogy befejeztem a dossziét. Ültetvények? Igen, ezt még nem mondta. Vigyázott azért, hogy egy kisebb csomagokat hozol haza, az nagyon veszélyes. Szóval persze nem panaszkodom, nagyon élvezem az életemet, nagyon szeretem csinálni, amit csinálok, sokat mozgok, mindig is ezt szerettem. Tehát én jól vagyok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Frey Tamással beszélgettünk. A süti kínálaton ne változtassatok. Tökéletesen elégedett vagyok. Te kávé süti zabáló, te. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál valakivel. Már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello Zsolt, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, honnan hívsz minket? Pécsről? Mit csinálsz? Már munkában, vagy most tartasz oda? Már munkában. Mit dolgozol? Sofőr vagyok. Itt a pécsi zagytározó, hőeremének a zagytározóját csináljuk. Mó. Jani? Itt vagyok, mondjad. Vihető. Vihető? Mi Vihető. Van? Megint? Jó vagy? Megint? Na figyelj, itt szól az első kérdés, Derikát nyakba akasztolj. Milyen nemzetiségű író mesehőse a kis hableány? Ajajajajajaj. Én tényleg máshogy gondolod a vihetőt, igen. Meg máshogy gondolod a nehezet. Tehát, hogy a nehéz baromi könnyű, a vihető azért az így elsőre nem gyenge. Hát, kis hableány nagy kírta. Nagy meseírók, igen, és akkor úgy származnak. Igen, már... Nem. És úgy kérdezem, hogy Andersen milyen nemzetiségű? Akkor se lett volna jó válasz. Dán. Ugye ez lett volna jó. Dán. Nem volt annyira könnyű, de hát van, amikor meg az ez most így jött ki. Zsolti, köszönjük szépen! Én köszönöm. Köszi, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Egy mészáros vagy. Egy könyörtelen mészáros. Egy likvidátor vagyok. Igen.
5 perc van, pontosan 9 óra. Milyen nap van ma? Péntek. Péntek van? Ez azt jelenti, hogy Peti hetesünkkel zárjuk a hetet, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as 185-ös kilométer Polgárnál, a benzinkútnál Nyíregyháza felé mostál ki a mérőkocsi útat. Mindenkinek a Tomi, valamint a 4-esen Ceglid előtt a 4-sávos útszakasz végén mérik a Budapest felé haladókat. Balázs, hallottad, hogy tegnap éjfélkor ismét bekapcsolták a HARP időjárásgépet? Nem természetes a mai esős időjárás. Mi? Októberben mi nem természetes az esőn? Tényleg? Nem akarnálak benneteket most egészen hosszú ideig. Nézd meg a Jani rosszul. Ja, basszus, ez a sok rohatalum minimum. Nem akarnálak benneteket újra fárasztani ezzel, de a következő tudat tágításotok majd a HARP lesz. Október. Valamikor szabadságra is kell esik. Nem az, hogy most miért esik, hogy ez sem, persze nincs semmi baja, de a HARP önmagában, meg hogy az miért van, mit csinálnak vele, az egy sokkal exaktabb és konkrétabb dolog, mint a chemtrail. De addig hagysz róla beszélni. Addig hagyom, hogy kicsit emészgessétek a szót, a következő szitok szót, amit használtok majd a HARP. HARP. De nem. HARP. Jaj. Nem, én inkább maradok boldog, lelki szegény. Jó, hát mindig azt mondom, hogy csak tudd, de aztán utána dönts, hogy akarod vagy nem, de legalább legyen lehetőséged dönteni, bár sok minden nem tudsz csinálni, nem akarod. Egy másik bolygó esetleg? Igen, ebben az esetben mi? Ha rajtad kívülálló erők úgy döntenek, hogy ezt vagy azt csinálnak, de a HARP-ról is egyszer beszéltünk, érdekes, szerintem az nektek tetszene, meg kicsit kézzelfoghatóbb, mint a chemtrail, hogy mi is ez, meg miért csinálják. Na de hát most félre a komoly témánkra. Ezt a 80 éves nagyit hallottátok, aki füvesütiket készített? Ó, óriás. Hát ez, hát ő valamit benézett a kis növényhatározóban szerintem. Zöld fűszer, igen, az hát kell. Nem 80, 63 éves az, hogy 80, hogy ő kanabisz termesztett háza kertjében egy fólia sátorban. A rendőröknek azt mondta, csak a zöldséget nevelgeti. Hát végülis hazudott? Nem. Hát hazudott ő ezzel, nem, hogy azt mondja, hogy az a zöldséget zöldség, nevelgeti? Zöld színű zöldség. Paradicsom, csilipaprika és kanabisz. A gyereknek néha egy kis csalánleves ugyanebből. Az asszony süteményt készített a drogból. Mondta a Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A drog nagy. De ez hogy? Hogy őt egyszer megkóstoltatták egy házi buliba, ma már megfeküdt, majd másnap megkérdezte az unokáját, hogy édesem, mi volt ez, amikor ő két feje volt a sárkánynak? Az mi volt? Mit csinált az a sárkány a konyhában? Anya, nem volt sárkány a konyhában. Rájött, hogy ez egy jó biznisz, és elkezdte termeszteni. Tehát hogy jut el valaki oda 60? Mert az 25 éves csinálja, nem elfogadható, nem támogatjuk, de bizony sokan csinálják. Így van. Nem mondjuk, tudta. Nem mondjuk. De 63 évesen hogy csinálod? Tudta. Egyszer mellé nyúl, csinált valami kis rétest a gyerekeknek, aztán a gyerekek mindig azt kérték utána minden szombaton, amikor jöttek hozzá. De honnan jutott az anyaghoz, ugye? Honnan jutott az anyaghoz? Kettő, kanabiszt termelni, locsolni, fényt adna neki, páratartalmat csinálni, az nem olyan egyszerű. Tehát bemész egy holland kávésóba, ott ki van írva, hogyha ilyet veszel, ezt csinált, olyat veszel, azt csináld, ott más, hát ott ugye legalizálva a dolog, konkrét használati utasítást adnak fűmagokhoz. Na de itthon azért ez nem úgy, vagy valaki ott egyébként kicsi nyugdíjkiegészítésként neki áll kanabiszt termelni. Honnan tudta? Hát, hogy jött az ötlet? Megkérdezett egy szakembert. Kedves Bálint gazdám. Mit kell tudni a kanabiszról? Mennyire bírja a fényt, mennyire bírja a locsolást? Mennyi fényt, mennyi vizet, mennyi törődést kell legyomlálnom? Szikes talajban megtereme. Na most mi van akkor? Ha ő azt mondja, hogy ő ezt egyébként, mint az indiai vizeletkúra belső fogyasztásra megeszi. Aha. Nyilván tudom, hogy mi van akkor, csak kérdezem, hogy legyen műsor, ne írjátok meg. Hát büntetel. Nem kell, hogy mi van akkor. Igen, tudom. Hogy saját felhasználása 85, az nem soka az évi fogyasztását. Hát akkor nézed a mamának és az unokát. Hát akkor nem adom el. Tapasztalatja majd, hogy tényleg nem csak a 20 éveseké a világ. Nem adom el, nem csinálok semmi rosszat, leszedem és a friss levelet megeszem, mert mit tudom én. Hát nyilván azt is bünteti persze a magyar. De várjál, BTK szerint, de én, hogy... Na most én veled ellentétben tényleg nem értek hozzá. hogy akkor nem más a hatása, hogyha megeszed? Tehát, hogy akkor is van ilyen hatása, ez a, amiről Feri mesélt a múltkor? Nincs. Végre. Hogy amikor legutóbb bedrogozott, mint az állat. De most a gyerekek, egy füveszcigit már mindenki elszívott, ne álszenteskedjetek már. Hát most egyet. Azért mondom, ja. ne csináljátok. Se. De soha. Hogy? Soha nem. De most komolyan, tehát hogy nem ugyanaz, tehát nem más a hatás, amikor megeszed mondjuk egy izébe, megcsinálod egy jó pesztós tésztának?
Hát nézd, azért Pesztós tésztának az ember ritkán csinálja meg, de múltkor a Benni nagyon sokat nevetett tőle. Annyira jól szórakozott. Hát más a hatása a süteményben, más nyilván, ha máshogy fogyasztott, semmilyen úton, módon egyébként mondom nektek, mielőtt rákapnátok, elhatár, nem támogassuk a kábítószerfogyasztást, elhatárolunk tőle, elítéljük a kábítószerfogyasztást. Így van. Isten bút halla, hogy segély. De hogy valaki 63 évesen. Mondjuk, miért gondoljuk, hogy most kezdte? Hát ugye? Lehet, 20 éves csinálja. Tehát miért olyan nagy dolog, hogy ezt most kezdte? Mi van akkor 20 éve? Csak most bukott le. Érted? 40 évesen kiment Amsterdamba, megvilágosodott, hazajött, becsempészett, x nem tudom, kis magocskát elkezdte nevelgetni. El is adta? Tudjuk, hogy ő eladta, vagy csak úgy... Hát az a mondás, hogy az unokák használták fel. De azért, amikor önmagában jó. Azért a nagy első süteményes élményét az megnézem. Vagy azért azt megnéztem volna. Tehát azért ezt berakott sütibe, megsütöd, az ott lecsicsülsz. Picit üldögész. Fél óra, egy óra után, amikor ez úgy beüt, nem természetes. A mosolyod, azt hallottam. Soha nem volt ilyen hosszú étvége. 4 órája fekszel a kövön. És amikor megtárták az unokák. Mamit. Mamit mekkora flash megtalálni a saját nagymamádat besütízve feküdni a konyhában, nem? Hogy akkor azt mondta, hogy a maminak még fönt van egy-két dolog a bakas listáján, amit így végre akad hajtani, nem? A mam mert nagy rakendról arra. Nem gondoltam volna, hogy a mamának ennyi foga van. Ahogy ott mosolyogva. Vagy mi van, ha mama nem evett belőled, az unokák, igen, és az három unoka feküdt a konyakövén, akkor a mama mit gondolt? Plusz a nagymama. Vazeg, ennyire jó vagyok. Bizonyos országokban egyébként ezt már legálisan ugye az orvostudományban használják. Igazolható hát, módon egyébként fájdalomcsillapító hatása van. Orvosi céllal már több száz éve orvosi céllal így van, tehát hogy ezt használják, hát ettől mi messze vagyunk, hogy ez most jó vagy nem jó, ez mindenkinek a saját meggyőződése. Nem mindenki élte meg azért a sötét közép, hogy sem nagyon sötétnek. De hogy a mama egyébként lehet, hogy valami fájdalma volt, és rájött, és orvosilag használta. Egyet kibuktatta le? Az egyik unoka felnyomta, mert nem kapott eleget? Vagy a másik unokának jobbáron adta el gramját? Vagy hogy van ez? Vagy ennek szaga van, és a szomszéd fölnyom? Hogy buksz le egyszer, csak hogy lesznek ott a rendőrök? Hát valaki föl kell, hogy nyomjon, nem? Hát lehet, hogy ő is, meg a szomszédasszony is egyébként egy bögre csárdát üzemeltetett, viszont az övé sokkal jobban ment, mint a szomszédé, mert mindig adott hozzá valami kis rácsálni valót. Egyébként fura, hogy egy 63 éves aranyos kis nagyi lakik, és mindig fiatal srácok jönnek kapucniba, bemennek, nem? Nem van a 10 percet, és kijönnek. Tehát azért egy idő után azért így megpróbálod összetenni, hogy a mamma nagy csibész. Csókolom Erzsi néni, hogy áll a kis kert? Hogy van a zöldség? Van-e friss zöldség, Erzsi néni? Aranyom, van friss zöldség, jöjjön csak be, és mennyi kilója? Hát kilóval nem adok, hát gramra tudok csak adni, édesem, ha érted, mire gondolok. És akkor ott azért már a szomszédok elkezdenek pletykelni. Láttam, már megint ott voltak azok a bepipázott ninkerek. What's up, man? A huligánok. Hát, igen, aranyos, aranyos történet. Még egyszer mondom, semmilyen úton, módon nem támogatjuk, elítéljük. Fúj. Sőt, mi több kikérjük magunknak, hogy a 63 éves néni ezt csinálta. Megvetjük. De maga azért az, hogy valaki milyen szocializáció után jut el ide 63 évesen, az zseniális. 85-től kanabisz gyereke. Hát, mama nem volt kispályás. Tehát azért a házi fogyasztás nehezen védhető, nem? Hát sokan vagyunk, nagy a család. A 85-től kanabisz nehezen véded a házi fogyasztást. Jófajta szerves trágyával ágyazott meg ennek a nagy termésnek. Nem biztos, hogy valami félreértés lehetett szerintem. Kettőt lapozott tényleg a kis növény határozóban, és ennek a következménye lehetett ez. Az ártatlanság vélelme neki is. Óriási luba, aranyom, hát én csak az öltségeimet nevelem, hát ne vigyem már be ezért. Ugye, és azt írja a hír, hogy a rendőröket nem hatotta meg, mást is találtak, ugye, hogy süteményt készített. Tehát Kalasnyikovokat. Igen, volt minden. Azért ott a stálszakácskönyv mellett még volt egy-kettő könyv, mert azért okosodott, nem? Nem a horvát Rozi mellett. És vajon eljárt eladni a sütit? Elindult, és aranyom, vegyen tőlem egy igazi pogácsát, és egy nevetős pogácsát, érted? Tehát, hogy ő ezt hol adta el? Hol értékesítette? Elment piacra, és a házi méz, és a házi disznósajt mellett árult házi pogácsát? Nevetős pogácsát? Biztos, hogy így lehetett. Hát ugye a saját a házi receptek sokkal jobban mennek. Aranyom, dobja ki azt a régi túros Lukács könyvet, mondok jobban. A nagyi rájött, hogy a zöld jó az ízületi gyulladás. A drognagyi a helyi nyugdíjas klub hangulat felelőse lehetett egy. A lefoglalt süti után a kapitánysága mindenki jó kedvűen mosolygott, igen. Nyugdíjkiegészítés gyanán termesztette, meg a süti berakta drága unokáknak, írja Zsú, nekünk köszönjük szépen.
Na jó, helyes kis hír, csak akartam róla egy mondatot beszélni. Természetesen minden nemű szintű kábítószerfogyasztást elutasítunk. Igen, elutasítunk mind a hárman. Messze menőleg nem támogatjuk. És a nagyit is elítéljük. Szégyeld magad, mama. Polgár Peti, rovatunk következik. Peti megénekelte a hét híreit, és LL Juniorról énekel, ez az első. Azt írta, hogy kicsit köhögös, kicsit náthás, kicsit göthös. Már hogy ez most LL Junior, vagy nem, ő nem maga? Tudom. Szerintem ő maga inkább, nem? Hogy beteg, ezt akarta finoman jelenni nekem SMS-ben. Szóval, hogy mi van LL Juniorral, gyerekek? Jól van. Én tegnap láttam egy tévéműsorban. Na, ezt látta valószínűleg Polgár Peti is, és ott feltűnt neki egy bizonyos berendezési tárgy. Na. LL Junior WC-je. Mi van a WC-ben? Arany. Aranyból van a Junior WC. Azt mondja a Peti. Ő látta, hogy az arany. Bizony, látta. Pedig nem minden arany, ami fénylik. Úgyhogy lehet, hogy nem úgy arany, csak a színe. Zsíros a tevet. És akkor ugye ez arany. És ezt a Peti a tévén keresztül megállapította, vagy ezt a Junior mondta, hogy gyerekek, nekem aranyból van a bide. Itt még a bide is arany. Nem tudjuk. Mindegy is egyébként. Petit ez a hír megihlette, megénekelte, meghallgatjuk, hogy mit énekel erről. Devla, devla, arra kérlek, aranyra egy jót adjál nékem, aranyerem van hozzá régen. Aranyeső az ülőkére, aranytojás reggel délbe, jaj, jaj, behalul. Aranyeső az ülőkére, aranytojás reggel délbe, éreztem a hírből egyébként, hogy otthonosan fog mozogni, hát, a mi Petink. Igen, egy aranyfajából lubickol. Peti egy dalban köszöni még a szülinapi köszöntéseket és a telefonszámának bemondását. Ugye valamelyik nap ünnepelte Peti a születésnapját, hát nem volt mit tenni, be kellett, hogy mondjam a telefonszámát. Tessék? Mondtunk számot. Hát most mondd meg, ha nem bemondtam. Nem kicsúszott. Négy falád. 20-as volt a száma? Ha nem is emlékszem, csak hogy... 20-as volt, de pontosítatjuk, hogy szerintem, mert nem akarok egyre genyő lenni. Majd amikor nem számít rá, akkor megint. Ugye bemondtuk a telefonszámát, többször tettük már ezt, hogy aki szereti Petit, aki aknira akarja hívni, vagy aki egyszerűen csak jó kívánságokat akar neki átadni, tegye meg nyugodtan, a saját privát mobil számát tettük közé. Minden, egyébként Peti minden, azért, de szereti. Így van, minden filofaxban ott az ő helye. Legalább könnyebb meghívni, haknizni. Hát nem kell utána nézni, megy a szülinapra, legénybúcsúra, fellép, énekel, imádják. Nagyon sok haknia van, úgyhogy lehet hívni nyugodtan. Mondjuk éppen pihenni voltak a kedvesével, de mindegy, tényleg. Na, viszont most ugye dalba írta, hogy mely pillanatban derült ki számára, hogy megint hát közzétettük az ő telefonszámát, hol volt éppen akkor, és mit csinált. Fekszünk a hotelszobában, éjjel tűzriadó volt, így még kómában. A telefon rezeg, csörög és csipog egyfolytában. Egy B betűs mondat kerekedik a számban. A telefon lefagy, az SMS úr
köszöntést tőle, de inkább bevehetne nótásnak a Wunderschönbe. Ez jó volt. Hát ezért szeretjük őt, mert érti azt, amit mi. Ugye csípkelődéstek szállunk, és tud velünk ezen nevetni. Helyes volt. Pontosan 9:30 van. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz, 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Enyhárman. Nyíregyháza felé a 103-as kilométer előtt a felüljáróról mérnek-e zselé küldte, és az M5-ös autópálya beállt, mint a szög. Budapestről Kecskemét felé. Ákos a szállító, ez rendben van, csak ha valaki tudja, igen, megvan, meg is van. A 39-es kilométer Szeged felé hatalmas baleset van az M5-ösön, alakul a dugó, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy pályazár is lesz, úgyhogy aki Szeged irányában haladna, az még a 39-es kilométer előtt próbáljon letérni. Óriási baleset van, már most nagyon nagy a dugó. Az M3-as Görbeházi pihenőjénél van egy trafi, Nyíregy felé, de amit az előbb mondtam, az pedig az M5-ös. Úgyhogy szerintem ott pályazár lesz. Ötös karambol ráadásul. Ez Boltos Laci írta, úgyhogy ez valószínű pályazár, mindenki próbálja az M5-öst kerülni. Na! Nyugdíjasok beszélgetnek, ezek a mai egyetemisták milyen rendesek. Ezt olvastam. Öten szívnak egy cigit, és mégis hogy örülnek neki. Kicsit is megbecsülik. Nagyon jó. Ez nyilván a kanabiszos mamihoz. Tomi írta nekünk, köszönjük szépen. 3:10 múlt pontosan 4 percen. Én értem, hogy ügyfélszolgálat, meg persze mindent megértek, de most vajon ebben a szent pillanatban már tudom. Mit csinál a prügyidó? Ugye? Hát bizony. Mit csinál a prügyidó, Jani? Mondd meg nekem. És vajon, hogy megy a sor a Pakrivcsák Mónikának? Nem, csak a prügyidó érdekel. Hello, Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Mi is ide? Hát azért ezek tényleg nagy dolgok. Tehát a világ minden egyes embere ezen gondol. Prügyidó? Mit csinál most? Két nagy kérdésem van, hogy az állat, egy adott állat tudja, hogy ő egy adott állat. Ha egyszer nekem ezt valaki megválaszolja, imádni fogom. A sors apró, de mégis fontos kérdése, és hogy mit csinál a prügyidó? Az én kutyám biztos tudja. Tudja? Az én kutyám. Szerinted, amikor a szunyog jön, és meg akar csípni, tudja, hogy ő egy szúnyog, és neki meg kell csípni, hogy jöjjön, vagy csak hajtja egy biológiailag kódolt ösztön, vagy ő lát téged nagynak, tudja, hogy ő pici, tudja, hogy egy szúnyog. Egy ló tudja, hogy ő ló. Hát tudja, hogy ránéz, vagy csak érzi, hogy ő közös, ő nem közös, ő ember, ő nem ember. A birka tudja, hogy ő birka. Tudja? Nem. Vagy a krokodil tudja, nem. Van valamiféle tudata, hogy ő egy krokodil? Vagy csak így néz rád, és azt mondja, hát ez nem olyan, mint én. Szerintem azt nem értik, hogy miért hívják őt krokodilnak, miközben az ő fejében valószínűleg egy teljesen más név él saját magáról. Ha egyszer belénk látnánk. Hát kevésszer mondod neki, hogy szia krokodil, tehát valószínűleg ő ezt se tudja, hogy van egy ilyen név a világon. Na mindegy. Na, mik vannak még, rendezünk sorainkat. Recept. Mi a recept hétvégére? Kérlek, mi a menü? Szépen, október van, ilyenkor pedig sörfesztiválok vannak. Van ugye a híres Oktoberfest. Ez ráadásul most egyébként Budapestre is beköltözött a hétvégére, úgyhogy bajorcsülök lesz. Bajorcsülök lesz. Van hozzá bajorkáposzta, meg bajorgombóc plusz. Azt gondoltam, hogy legyen egy süti is. Két recept, meg egy diós körtés, mert mind a kettőnek szezonja van, egy morzsa süti, hogy legyen mi fölháborodni, crumble, hívják az angolok. Azt mondhatom, hogy egy diós crumble csináltam. Egy diós crumble. Jó? Mm. Ez lesz egy magyarázat csak a képhez, hogyha valaki megnézi, mert van a pókember rajta. Pókember, a gyerekek fotóztak, és olyan marha. Én letettem a gépet, mert csöngött a telefon, ahogy fotóztam, és a panyesz odament, Soma meg azt mondta, hogy a pókember szereti a csülköt, tehát oda tette mellé. Úgyhogy van egy ilyen van is egy benne. Csak hogy ne, aki megnézi, ne csodálkozom, mert a Facebookon fel van a kép is, meg az összes recept. Bajor csülök, bajor káposzta, és egy félmeztelen kép Bajor Imrére. Nem akartam ezzel jönni. Aki a pókember, ugye? Bajor Imre a pókember. Jó van, szóval egy jó kis bajor csülök. Összetevők, fotó, minden a Facebookon. Minden benne van, tök egyszerű. Alapanyagok, technológiák, végeredmény. Ha vajon külön-külön lépnek fel, akkor prügyi szóló? Nem. Kicsit ezt nem engedem. Leragadták. Ők nem mennek külön, ők a prügyi duó. Ha mennek, együtt mennek. Csak sztereóban nyomják. Így van, csak sztereóban. Olyanok, mint ki volt, akik már Ausztriában élnek? Paprita és Molnár Attila. Sose mentek külön. Mindig együtt mozognak. A prügyidó is ilyen.
Hívjuk a laphallgatóját? Igen. Uh-huh. Mit szóltok hozzá? Adunk neki ajándékcsomagot és még valami más? Hát és még valami mást is. Bizonyám, nagyon klassz kis ajándékaink vannak. Jó, ha külön-külön lép meg fel, akkor nem mások ők, de hogyha mondjuk együtt fotózkodnak, mondjuk Harrison Forddal, akkor nem Prügyi Szóló? Istenem. Nyugtass meg, hogy vasárnap szellemesebb leszel. Semmi jót nem ígérhetek. Morning show. Az bizony, hello. Hello. Jó reggel. Hello. Sziasztok. Hihetetlen, úgy kacagtál, mint hogyha Csabi letolta volna a nadrágját. Igen, látom. Jó reggelt, hello. Hello, sziasztok. Hogy hívnak? Ildi. Ildi, nagyon helyes kis SMS-t írtál nekünk. Azt írtad, ugye beszéltünk a drognagyiról, ugye, aki hát kanabiszt csinált, aztán árult a lebukott, sütiben csinált egyébként, hogy sütit árult, hogy ezek a mai fiatalok milyen rendesek, öten szívnak egy cigit, mégis hogy örülnek neki? Igen. Ez egy szellemes SMS. Köszönöm volt. Szépen. Van egy ajándékcsomagod. Igen. Morning Show Class FM-es, és kérdezem, hogy pesti vagy? Igen. Pesti vagy? Na, szeretsz-e jókat enni, inni, bulizni? Igen. Igen. Van-e valaki, akivel, ha eljutatunk egy jó helyre, el is mész? Igen. Az is van. Csak, ki ő? Bocsánat, csak mászkálok a rádióban. Igen. Barát, barátnő, férj? Barát. Aha. Na, eljutatnánk benneteket 10.000 forint értékben egy kiváló kis, hát nem is tudom, hogy étterem vagy szórakozóhely, mert tulajdonképpen mindkettő, először étterem, aztán szórakozóhely, a koktélok, a húsok, a látványkonyhák, a DJ-k és a budai elit szórakozóhelyére. A kutyafáját, 10.000 forint értékben. Ó, nagyon klassz kis helyre. Mikor voltatok utoljára így romantikázni, vagy valahol? 20 éve. Jaj, nem áll. Ezt te sem mondod komolyan. Hát nem, 18. Ez elég komolynak tűnik. Gyerekek vannak? Egy, igen van. Mekkora? 6 éves. Lesz. 6 éves. Na, tessék megoldani. Nagymama, nagypapa, babysitter, okay. Szomszéd, aki bevállalja, letenni, elmenni és ketten jól érezni magatokat, jó? Jó, oké, okay, köszönöm szépen. Ez a helyre kiválóan alkalmas, sok koktél, sok jó kaja. Jó zene. Köszönöm szépen. Puszi. Sziasztok. Hello, hello. Szia. Fogadás, Djokon Nadal. Tartod? Ha, Istenem, az a baj, hogy nem tudom ezt most Istenem nézni. Figyelj, Djoko elverte Nadalt, én azt gondolom, Nadalban most van annyi tűz, bár ugye már világelső, hogy egy ATP 1000-es Sánkhájban meg akar nyerni, tartom. Okay. Jó, ha bejutnak a döntőbe. Nem tudom, kinek az ágában a Wawrinka, de ő még okozhat meglepetést, már megérdemelni. Jó, ez csak akkor, hogyha ők ketten összekerülnek, akkor él a fogadás. Nem beszélve játékpénz. Monfix? Hogy jön ez ide? Monfix ne is emlegesen megverte Federert, Monfix ő soha nem él. Felkerült a halálistádra? Hát figyelj, Federert lassan most szegényt mindenki megveri, úgyhogy nagyon nem. De a Monfix top 10-es, de sose fog Grand Slamet nyerni szerintem. Még átépre ezre se nagyon, úgyhogy ő kevésbé. Wawrinka, Djoko, Murray vagy Nadal, ez lehet a végső befutó. Vagy a Murray sérült? Hát mit tudom én, ki az a Murray? Csabikám, addig mond, remek zenéid lesznek, és addig megnézem. Az Iron Maiden gitáros a Murray. Ja, úgy igen. Nincs Murray, nincs sérült. Remek zenéid lesznek? Hogyne, van a Miley Cyrus, akit mindannyian ismerünk, hát, akiknek gyereke van, és nézik a Disney csatornát. Főleg a Bontó Golyós videoklipje óta. A Hannah Montana volt. A szóló, tehát Miley Cyrusként a 4. szólólemezét készíti, és erről van egy újdonság, a Wrecking Ball. Ezt ajánlom nektek. Na és közben kiderült, hogy most akkor sérült. Sem mindegy, de akire mi fogadunk, az nem sérült, az a lényeg. Na. Na, mindenkinek remek hétvégét kívánunk. Srácok, nektek is vasárnap. Hajrá. Drága vagy, köszönjük szépen. Drukkolj el nekünk. Az lesz. Előtte feltesdítő SMS-ekkel fogok. Írhatsz adás alatt is, nálam lesz a telefon. Tényleg? Persze. Azt lesz, hogy bukott a nadár. Tízes, sok sikert küldel, az esti küldel műsorhoz. Küldel élő adásba, igen, jössz 10-zel, hajrá! És ti sem vagytok túl acélosak. Na jó, hétvégén! Nyomjátok, na majd holnap reggel kidumáljuk. Valamit tegyetek rá, dögre unom magam. Igen. Ma este hajrá magyarok azért. Így van. Ja, persze. Tehát, hogy a hollandok ellen oda kell. Ha hajrá! Mi mindig teljes szívvel drukkolunk nekik. Ez most mi? Már a jövő évi, vagy a 10 évvel nem, későbbi világbajnokságáról felkészülés? Nem, vagy ez most még mi? Ez még a még kijutatnak a VB-re. Most lehet, ha igen, ott lehetünk, ha megverjük őket. A hollandokat. Még azután meg kell vennünk Andorát is, meg, jó, Andorát, meg egyébként a törököknek, meg a románoknak is. Srácok, legyünk őszintén, engedjük el. El kell szúrni nem? Ezt. Nem, engedjük. Én az utolsó pillanatig. Ezért jöttél egy... Így van, Csabi. Bejött egy olasz pólóba, nagyon nagy. Igen, igen. De piros-fehér zöldség. Az én csak azt látom.
Na jó. Csabi jön a kívánság műsorral, mi pedig hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao!